Ha. Mi az? Ha. Most van hang. Nincs hang. Nincs hang. Most már van hang. Újra hang, nincs hang, Dudel, hang. Jó, hallom, jó. És most már van hang? Szinkronizáljuk magunknak azt, Most hang. Már van. Nagyon jó, srácok, tudjátok, mit fogunk csinálni? Még egyszer. Nagy-nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, én vagyok. Én pedig Kaci. És ez itt a Fun with Geeks. Nagy-nagy örömünkre szolgál két fantasztikus embert az asztal körül köszönteni. Itt van velünk Topi. Hello. És itt van velünk Joni. Jonit már ismerhetitek, ugyanis vele vettük fel a Kulti Storm-nak a szabálymagyarázó videóját, ami egy kicsit podcast méretűre sikerül, de hát ez egy ilyen biznisz. Ez egy ilyen biznisz. Miért nem igazi? Minden a legnagyobb rendben lesz. Ugye ebben abban a videóban megígértük, hogy élőben is be fogjuk majd mutatni a játékot. Mondjuk úgy, hogy ott adtunk egy kis ízelítőt, de majd most jön a kultra hang. Oké, köszönöm. Ez hány óra készült? Nem szeretem ezt befordani, de lehet, hogy délután 2-kor jutott ez először eszembe, és azóta gondolkozom azon, hogy most ezt előhetném socialben, de mennyivel jobb, hogyha nektek élőben igen. Fáj. Köszönöm, nagyon szépen köszönjük, igen. Hát, nekünk jobb. Szóval... Sok ilyenben készültél mára? Nem, ez jó. Volt az egyik, meg a badge-eset már elmondtam. Azt mondjuk igen. Jó volt az is, nem? Szerintem Nagyon jó. Én nagyon örülök neki. Szóval, Kulti Storm. Hogyha megnéztétek a videót, akkor nagyjából képbe kerülhettetek már a szabályokkal. Nagyon-nagyon bonyolultnak és nagyon-nagyon összetettnek tűnik a játék, de valójában nem az, csak sok-sok része van, de ezt igazából egy kör lejátszása után mindannyian érteni fogjátok. Az első kört úgy fogjuk lejátszani, hogy kommentáljuk, hogy mit is csinálunk, vagyis hogy kommentálja Joni, hogy mit is csinálunk igazából. Vagy inkább Topi, hogyha jól tudom, akkor te ott sokkal inkább otthon vagy a szabályokban. Ugye? Köszi. Egyenlő arány. Mindegy, lehetséges, hogy ez lesz az első videó a csatornán, ahol jól játszunk egy játékot, úgyhogy... Szerintem tuti volt már olyan. Fingers crossed, nem hiszem. Nem, még az van, bízva. Mindig volt valaki, aki a kommentek... Az nem úgy van, excuse me, az nem úgy van. Néha átszabályoztunk egy-két dolgot. Igen. Ez még Kickstarter alatt van, úgyhogy itt még igen. Minden a Menden subjects of change, tehát tudjuk, még nem tudok belekötni igazából. Kijön a játék, minden megváltozik, és amúgy azt rosszul játszottátok. Ez mindig így van, de ez nem probléma. Arra kérném egyébként a csodálatos adminjainkat, akiknek nagyon köszönjük, hogy itt vannak, hogy időszakosan legyenek kedvesek a Kickstarternek a linkjét bemásolni a chatbe, ugyanis ez a játék, ez a világszőttesen először szerepel így, hogy végig fogunk játszani egy egész partit, feltehetően a szabályok szerint, Joni, ugye? Igen. Nagyon jó. Úgyhogy, ha tetszik a játék, és szeretnétek támogatni egy magyar fejlesztőt, vagy csak nagyon-nagyon szeretitek ezt a játékot, de nem érdekel titeket a magyar játékfejlesztés, akkor ezt azon a linken keresztül megtehetitek. Ugye, teljesen honosítva. Igen, megjelenik a játék, 400 sztori furra honosítva, ez azért nagyon-nagyon ritka. Úgyhogy az ilyeneket meg kell becsülni, amikor körülnéztek és rosszul érzitek magatokat attól, hogy hol is éltek, akkor jusson eszetekbe, hogy azért ilyenek is vannak itthon. Ennyit gondoltam. Freeze! Imádom. Ez az enyém. Na, nézzük meg, hogy mi van az asztalon. Te vagy az, Joni. Először is a baromi jól összerakott Joni tábla. Joni van az asztalon? Mármint, hogy te jöttél. Te gyűsz, Joni. Szóval, igen, itt látható a tábla, így a teljes pompájában. Így a tábla? Igen. The board. Ne. Magyar nyelvű. Magyar nyelvű. A tábla.
Na, szép szépen. Köszönöm. Fú, ez egy kurva hosszú stream. Jó, szerintem... Kezdjünk el így haladgatni. Szóval van ugye a tábla, amin van 5 különböző helyszínünk most feltéve, amiken fogunk harcolászni. Így fogunk, ez a gyorsan haladás? Igen. Szóval van egy tábla, ezen vannak a fantasztikus locationok, amiket meg fogunk látogatni, és hamarosan a játéknak a motorja teleszarja ezeket a helyszíneket kultistákkal. Igen. Ami nekünk pedig az a feladatunk, hogy őket megöljük az én hasznos karakteremmel és a három deadweight-tel, akivel ti igen, vagytok. Igen, igen. Azok vagyunk mi? Én már tudom, hogy kit nem fogok gyógyítani ebben a játékban. Kaci, ezt többször elmondtam. Ugyanaz több az embert nem fogom gyógyítani, mint a többi játékban sem. Jó. De legalább van valami konzisztencia ebben az egészben, igen, amit mi csinálunk. Joni, mi a célunk ebben a játékban? A célunk az, hogy 5 helyszínen lezárjuk a dimenziók kapuit, és megakadályozzuk azt, hogy a mérhetetlen vének átjussanak a mi világunkba. A mérhetetlen ménes? A vérhetetlen ménes. Átvágtasson? Ilyen, így sokan is. Nagyon örülök, hogy a közösségünk már mérhetetlen dévek. Igen, hivatkozik erre a... Ez a becsületes neved. És ez most én voltam. A becsületes nevem. Mérhetetlen dév. Igen. Na, folytassuk a kultra hangot. Jaj, Istenem. Oké, szóval, ahhoz, hogy bezárhassuk ezeket a kapukat, szükségünk lesz tudásra, hogy meg tudjuk oldani ezeket, tehát ez ezeket a kártyákat meg tudjuk szerezni, igen. És... Az meg a másik. Ah, de szép. Te mi? Én így csinálok. Ja. Nem tudtam, hogy... Én már kezdek átalakulni. Te már kultista vagy? Átalakultista? Jó. Oh. Igen. Fú, de tényleg nagyon hosszú lesz. Na, igen. Legyőzzük a kultistákat, adnak nekünk trófeákat, amikből összegyűjtünk annyit, ahányan vagyunk. Igen, ti zárjátok a kapukat, én fejlődök belőlük. Igen, te ilyen erős leszel, te ölsz, mi pedig itt milyen nyomaidban zárjuk a kapukat, nagyon és jó. A Kaci néha meggyógyít minket, hogy ne halljunk meg. Ahhoz nekem fejlődni kell sajnos. Jó, de Kaci, ezt tudod, hogy ha az egyikünk meghal, akkor vége van a játéknak. Jó, mint az életnek. Ez volt pont olyan. Igen. Ugye azt kell tudod, 80 jön a másik csapat, akik... Ja, igen. Úgyhogy igen, belepörgünk. Vannak nekünk ilyen tök szép sok kártyáink, amik tele vannak szimbólumokkal, meg támogatásokkal, és ezekkel fogjuk egymást támogatni, vagy pedig a kultistákat a szimbólumokkal legyőzögetni. És ebből fog állni a játékmenet, hogy harcolunk velük, megállítgatjuk őket, megakadályozzuk, hogy vének jöjjenek el, és nem halunk meg. Ugye ez a fő léjere a játéknak. Igen. 6 darab fészből áll egy kör, ez soknak hangzik, de egyébként relatíve gyorsan végig tudjuk őket pörgetni. Az elsőt ettől függetlenül lassabban fogjuk játszani, és elmondjuk, hogy mi is történik pontosan. Ugye ez egy Lovecrafti játék, úgyhogy értelemszerűen a kultisták mindig egy kicsi előnyben vannak. Például abban, hogy ők fognak először lépni a bordon. Nézzük meg, hogy hogyan történik ez. Jó, tehát ez az első fázisa mindig a játéknak az, hogy fel fognak kerülni a kultisták, és... Most már kezdünk is, ugye? Tehát ez most már nem csak a... No, még csak a setuphoz teszek fel a kultistákat. Oh. Még a setup után rögtön van egy kultista fázis, hogy legyenek sokan. Oh. Hello, haver! Mindenhol feljön. Minden helyszínre egy kultista fel fog kerülni. Igen, mindenhol van rögtön egy kultista, miért ne lenne? Ja, az első, leges, legfontosabb dolgunk az lesz, hogy ellenőrizzük, hogy a helyszín szimbóluma egyezik-e a kultista kaszt szimbólumával, és valami egy mákunk van, hogy egyiknél se egyezik. Ha egyezne, akkor plusz egy erőssége van a kultistának. Remek! Jól van, és egyiknél sem. Ügyesen pakliztad be az 5 lapot a tetejére. Igen, teljesen elő volt készítve, és tudtam, hogy ott kell kezdenem. Szóval, jó, ki van számolva. Minden, ez itt megvan hekkel előre. Igen, te már ugye te mérhetetlen mennyiséget játszottál már ezzel a játékkal. Én szerintem többet játszottam. Igen, de ráadásul te több nyelven magyaráztad több helyszínen már ezt a játékot. Többféleképpen. Az összesféleképpen, bárhogy épp állt éppen a fejlesztés, igen, úgy volt. Ezt én jól ismerem. Szóval igen, az első fázis, amit felvezettél, az lesz, hogy jönnek még kultisták minden egyes kör legelején, és mindegyik kultista még ezzel a kockával fog kapni egy bónusz erőt,
vagy remélhetőleg semmit, te vagy a gambler, ezeket neked kell kidobnod. Vagy a szerencsejátékos? Így van, de én egy nagyon becsületes szerencsejátékos vagyok, és nem akarok mindenkivel üreset dobni. Értem. Szuper. Akkor már... szabálymérezőben hogy dobtál két üreset is? Azt nem értem. Na, azért, mert ugye, akkor nem számított. Most azért... Értem. Jó, akkor először ugye jönnek a kultisták. Igen. Nézzük meg, hogy hogyan jönnek ők. Kultisták mindig annyian jönnek fel, ahány játékos van, és ez a kultista jelölő fogja jelölni, hogy hova jönnek fel. Ez mindig annyit lép, ahányan vagyunk. 1, 2, 3 és 4. Hoppácska. És erre a négy helyszínre fog felkerülni. Nagyon virgont az a kultista. Ez minden kör elején így fog kinézni, viszont még mielőtt jobban bele fogunk menni a dolgokba, hogy tökéletesen a szabály szerint menjünk, jobb lesz, hogyha mindenki megkapja a tárgyait, ami még a setuphoz hozzátartozik. Jó, de úgy mindenki tud. Nekem nem kellene. Neked nem kell, azt tudom. De én ezt szeretném mondani. Jéj, Dagon! Ez a jéj, Dagon! Érted? Tehát, hogy nem az van, hogy wow, investigator-ök. Jéj, Dagon! Tehát, hogy te most azt képzeld el, hogy itt most mi vagyunk négyen. Az Zucker tábornak az ellensége. Igen, tehát mi is négyen vagyunk a kultistákkal, vagy a kultisták ellen. A kis Freudi! És a teljes chat annak drukkol, hogy kijöjjön valamelyik vén és meggagyogtasson minket az egyik helyszínen. De nem fog kijönni sajnos. Majd ezt meglátjuk. Na chat, kinek drukkoltok? Nekünk vagy a kultistáknak? Csak hogy szerintem legyen egyértelmű. Mindenkinek egyértelmű. Ez az! Ezek közül egyet kérlek szépen választhatok. Nem, hogy már nem lehet mind a kettőt. Mondjuk őt. Te nem választhatod, azt így van. Ez majd nagyon jól fog jönni a játék későbbi szakaszában, amikor Dave kihúzza. Mi az? Hát az, amikor jön még kultista. Ó, nagyon jó. Én húznám ki. Nekem arany kezem van. Hát ha. A maradékot majd kérlek a patliba. Tegyétek be. Nem tudom, melyik az erősebb. Eldobom ezt. Jó. Ó, nagyon jó. Húha. Nekem mindenképp a healer ability-t kell megtartanom. Igen, mert különben ugye a kaci nem fog healelni egy másodpercig. Ja, akkor visszakérhetem azt az itemet, mert én csak healer tettem ki, de akkor nem kellett volna. Hashtag Tulu. Hát jó. Team kultisták, nyilvánvalóan. Köszönjük szépen. Nagyon jó. Szimpatikus. Megéri nektek tartalmat gyártani, meg dolgot. Szukol Topinak. Nekem már tényleg állásajánlatot ide. Igen, egy igazi Norbi. Úgyhogy ez jelesztő. Szóval, visszatérhetünk ide a kultistákhoz, hogy véget érjen a jóságunk, hogy kapunk tárgyakat, amiket használtunk. Meg fogjuk dobni ezt az öt helyszín szimbólumot, és amit ilyen szimbólumot fogunk dobni, az hozzá fog adódni a kultisták erejéhez. Jó, ne aggódj, mert én hatalmas kocka isten vagyok. Szép. Igen, látod? A csillagos. The stars are right already. Igen, csillagos ötös. Nagyon jó. Hagy dobjam én az elmegyógyintézetet? Megdobhatod. Az ez lesz. Az lesz. Még akár a Miskót is megdobhatod. Nem. Én a pszichológus vagyok, én az elmegyógyintézetet szeretném. Na! Jó, ez szép volt. Ez a... Amikor otthon van az ember. Igen. Tudtam, hogy soha nem kell keresni. Pályán. Könnyű. Na, szép. Hát, easy. Jó, én mindenkihez hozzáadtam. Köszönjük. Nagyon szívesen. Azt mondtuk, hogy ne legyen egyszerű, meg ez csak az első kör, hát akkor meg mit számít? Mi baj történt amúgy is? Ez a négy lap, ami a kezedben van. Ez így van. Ja, de ezt nem kell követnem. Még csak most jön a második fázis, amikor ezeket felhúzod. Így van. Még sehol nem vagyunk a... Már csalni próbálom. Bocsánat, már csaltam. Azt kellene, hogy legalább egy kicsit kövessük a szabályokat, jó? Egy picikét. Megnézted a videónkat? Vagy... Ismered a szabályokat? Ez a baj. Játszottál már a játékkal? Még nem is sikerült vele. Nekem nem fog ez kiférni, úgyhogy a egyet, és ugyanolyan kék fogom. Volt az asztal borító, meg is lepődtem, hogy történik. Én kirakom magam, hogy itt tökéletes. Ja, ugye? Én! Borzasztó volt, hogy így elment az egész. Négyet, ugye? Négyet, igen. És most jön a legjobb rész. Neked lesz megint esélyed bebizonyítani, hogy tudsz a kockákkal dolgokat csinálni. Ez így van. Mert most mind a négyel fogsz nekünk dobni négy jokert, ugye? Négy jokert. Nem kellnek a jokerek, mert hogyha megfigyeled, akkor csillag, kidobtam a csillagot,
Igen. Kidobtam minden másik kidobtál. Csillagot, kidobtam ezt is, és kidobtam ezt is. Na jó, tehát, ez Gabler. Tehát, hogy szerencsejátékos. Azt hihettétek, hogy... Érdekes. Minek a csillag, amikor mindenki tudja, hogy... Érdekes. Én kidobom, amit ki kell. Na, majd ezekből fogunk tudni tök jó dolgokat válogatni. Én nagyon rajta vagyok a tök jó dolog válogatásom. Szuper. Na! Ki fogja léptetni nekünk azt a nagyon magas, szép... Én nagyon oszokos. Szívesen léptetem. Ugye egyet. Ő egyet ő lép. Iszonyat jelzünk. Így van. Maga mögött hagy egy kristályt. És itt három helye van, úgyhogy itt még nem történik velünk semmi rossz. Itt viszont már a második körben kettő lesz, igen. Szopónyaló lesz. Hát ez remek. Ne aggódjál semmi miatt, minden a legnagyobb rendben lesz. Oké, főnök. Ugye ezekkel az lesz a mókás, hogyha ezeken megtelnek ezek a kristályok, akkor felfordulnak és nagyon rossz dolgok fognak történni. Én azt alig várom. Ez lesz a mókás, mondta a fiatalember. Hát legyen már. Kivel vagy? Na jó. Úgy értem, hogy team nyomozók. Team nyomozók, így van. És azért lesz, hogyha körbe megy, mert akkor tudunk aktiválni elmegyógyintézeteket, és akkor bekerülhetünk oda. Ez az. Tök jó. Szétadom. Rendben. Következő fázis. Na most kezdődik a fázis. Megtörtént. Elkezdünk így kitalálni taktikákat, hogy hogyan fogjuk megölgetni ezeket a kultistákat. Négy játékosnál ugye 12 lesz a kultista. Hol a kutyát? Itt van. És... 12 játékos lesz a? 12 kultista lehet. Ja? Igen. Ez 2, 4, 9. 6, 8, 9. Én teljesen elveszve érzem magam. Igen? Nem érzem magamat, hogy a világban. Ide kérlek, helyezd magadat fel. Na, itt ezen a helyszínen fogunk mindannyian kezdeni, mert ott a kis kezdőhelyszín jelölünk. A magányos kunyhónál. Pontosan. Így mi. És nagyon jó. Nálam van, én vagyok az, amelyiknél a kutya van értelemszerűen, mert hogy nálam van a kutya. Én vagyok, aki Google, mert én olyan alacsony vagyok. Te vagy a Google? Igen. Jó. Jó. Neked oszlopod van. Hatalmas, igen. Hatalmas kereső a srác. Én vagyok a bácsira, még hasonlít a bácsira. Valakinek olyan kabátja van, mint neked. Így van. Igen, igen. Gyerek erőszakom. Ó, a távgyógyító. Azt mondja. Távoz. Hát én nem, el. Ez nagyon pedig, jó. Nem, a korai diszkóban származik. Ezen a csatornán nincs szóviccelés, jó? Kevés szabályunk van, és kevés elvünk és erkölcsünk, amikhez tartjuk magunkat lassan 2 éve. Igen. De a szóvicc az nem tűrt. Ez nehéz lesz. Oké, szuper. Akkor igazából neki fogunk tudni látni ezeknek a különböző akcióknak. Jó, nektek látnotok kéne, hogy nekünk milyen lapunk van, ugye? Hát az igen, nem ártam. Jó, én ezt tudom mondani, hogy ezt ide fogom rakni. Mi tudjuk, hogy neked mit van. Nézőknek ez örök titok marad. De ezt nem mutatom meg. Azt nem mutasd nem. meg. Ó, mi lehet? Nem tudhatjuk, Szupi. Hogy az egy életmentő szérum. Á, hagyjuk már. Mind a kettőnek életmentő szérum van, mert tudjuk, hogy egymást nem fogjuk segíteni semennyire. Na! Pedig elméletileg ez a játéknak a... Ez kooperatív az igen, alapja, igen, hogy igen. Mi majd itt segítjük egymást. Ne? A játékosok közül ki lép először? Ugye itt abban a sorrendben csinálunk mindenfélét, ahogy mi szeretnénk, és majd amikor a harcfázis kerül sorra, akkor fog számítani itt a körsorrend, hogy hol vagyunk. Aha. Elkezdjük megbeszélni, mit akarunk csinálni, mit fogunk csinálni, és sorba végrehajtjuk, ahogy kedvünk támad hozzá. Beelőzhetsz mindenkit, hogyha minden vágyod az, de nem fog sok célra vezetni. Mert úgy nagyjából, hogyha egyenlő tempóba haladunk, mert úgy kiegyenlítetten tudunk taktikázni. Nagyon jó. Ugye majdnem egyet léphetünk ingyen. Igen, egyet bárhova. És minden másért jár az eki. Nagyon igen. Jó. Meg fogunk őrülni, de nagyon hamar. De ahogy fogunk megőrülni, nagyon figyelünk majd erre majdnem végig. Meg majd te megmondod, hogy 3 őrülettel érdemes zárni egy kört. Mert jön a következőben valami olyasmi, ami halálra szivat. Biztos na, tehet, nézzük, van... Nézzük meg a szimbólumainkat, igen. Amit én meg tudok tenni. Ott van egy szimpatikus fiatalember, ráadásul közelharc távolságban már, hogy én odáig érek el. Igen. Én távolsági vagyok? Mi ketten vagyunk távolsági. Igen. Ezekkel, meg egy megfelelő kockával én azt picit őt? Meg tudom pofozgatni, és cserébe én valakinek még most át tudnék adni egy kultuszok könyvét, ha valakinek nagyon kell, amivel bolygókat tud kiütni.
némi őrületért cserébe. Uh-huh. Illetve, hogyha kell, akkor tudok támogatni. Tehát kapsz te is egy őrületet. Nem, ez a tárgyam. De csak azért, hogy átadod. Azért az nem. Azért nem. Őrületet. Ez nem. Nem így kommunikáltuk ezt eddig. Mindenért őrület járt. Ez egyébként nagyon jó, mert hogyha ezt odaadod nekem, akkor az két távolság föl. Tehát, hogy én távolsági vagyok, és a két bolygóval, és ezzel, de ez nekem megvan egyébként a kezemben is. Hmm. Hogyha nem kell senkinek, akkor jó megtartom, nem arról van szó. A... Viszont még ráadásul, hogy tudok támogatni egy bolygót, csillagot, vagy pajzsot valakinek, hogyha... És akkor itt most mind a négyet. Igen. Itt mind mondtad, a hármat, nem? Hármat. Mert igen, hogy jó. ez hozzáadódik a mérhetetlen Dave-nek. Oké. Okay. Illetőleg az akkor működne, ha ott állna. Mert akkor lenne a szimbólum a helyszínével. Jó, én ott, ahol a kultista állott, az elsőt meg tudom ölni három kártyával. Itt az elsőt? Igen. És akkor én pedig a másodikat tudom megölni három kártyával. Az már jó, hogyha kettőt már megölünk. Én is most nézem, hogy ezt szerintem meg tudom ölni. Ups, nem, szem kell hozzá. Ajaj. Én nem tudok adni szemet. Mindjárt kiderül, mit tudok meg. Ezt nem dobtunk kockával se. Milyen kockával? Hát, dobó kockával. Ja, hogy szemet. Igen, hát ezt nem. Szemet szemért. Nagyon-nagyon sok szem. Viszont az a baj, hogy nekem kell innen a bolygó. Ezt meg tudom ölni. Jó. Én az egyik csillaggal például nagyon boldog tudok lenni majd. Uh-huh. Ez a bolygó, ezt is ki kell dobni, igen, ugye? Igen, és ez mindkettőnek megvan. Ó. Így van. Viszont én tudok neked adni egy bolygót. Jó. Akkor én támogatlak téged egy bolygóval. Jó. Akkor átadom, húzok egy új kártyát. Igen. És kapok egy őrületet, yeah! Elindul. Ja, mert hogy a tárgyat átadhatsz büntetlenül. Amíg egy helyen vagyunk. Támogatót viszont baromira nem. Kivéve, hogyha a detektívedhez tartozó. Aha. Támogatást használod, aminek a kicsi pentagram lesz. De hogyha bolygóírtás, az most nem kell senkinek. Érne nem. Várjál, neked lesz három bolygód? Nekem két bolygón van, meg plusz ez. Plusz az a bolygó. Plusz a kocka, jó. Tehát ja. Te azt... Én ezt, a, én ezt a, azt lenyomom. Jó, okay. Hát akkor én ezzel a kombóval meg tudom ölni az elsőt. Azt oda. Hogyha kell egyébként bolygó, ide? Csillag a vagy pajzs, azt én is tudok adni bárkinek. Az jó. A baj, nekem a negyedik, az nekem nem csinál semmit. Ez a célpontom. Erre van értelme, ilyenkor... Azt meg is ölöm. Ezt meg kell tartani. Tessék? Erre van értelme, ilyenkor rátartani, vagy dobjam el és húzzak újat. Hát mit tud? Ez azt tudja, hogy ugye nincsen rajta semmilyen szimbólum, igen? És támogatott társam a forduló végig egyel több őrületet képes elhordozni. A forduló végén egy őrületet eldobhat. Hát ez majd újrakeverés után már még... Ez később egyben lesz, amikor... Viszont én tudom még egyet támogatni, mert mégis őrületén az jó, hogy... Jó, de te meg akarsz örülni az első körben? Azt mondtad, hogy a kultistáka vagyunk. Nem. Azt mondtuk, azok hogy... A néző. Jaj, 200 néző, meg a kultisták, négyünk ellen. 3,5, mert Kaci még nem döntött szerintem. Akkor én ezt dobjam el és húzzak újat? Olyat, nem, önmagadtól nem tudsz, támogatsz. Viszont én tudom neked olyat csinálni, és az ingyen van, mert az saját. Jó, tényleg úgy. Ugye, akkor még egyszer jól megtámogatlak, ezért te egyet el tudsz dobni, újat tudsz húzni, és ez nem kell nekem őrületbe. Akkor ezt eldobom, áldassék. Igen. És húzok helyett egy újat. Hú, egy bolygót húztam. Ez tök jó. Nagyon jó. És neked hogy van ennyi lapod? Ugye 4 lapja van, ami saját, aha. És 2 már Topi támogatott neki. És már kooperálnak. Én meg le vagyok fosva? De te meg tudod, te majd használod a kockát. Na nekem most van egy bolygóm, amivel tudok támogatni. Mindegy. Ha az kellhet valakinek. Az a kérdés, hogyha... Ja, mert én csak egy helyre mehetek. Igen. Először, és a másodikra meg már őrületért. Igen. És ott mert kell végezned, ahol harcolni fogsz. Tehát, hogy nem csináltam meg azt, hogy harcolok itt, és aztán tovább mozgok egyel, és harcolok itt is? Nem. Egyszer harcolhatok. Egy kell harcolnod. Igen, ott megölhetsz 2 kultistát, ha van rá lehetőséged. Nincs. Nincs. Majd lesz. Hát te vagy a gambler. Jó, ezt oda teszed. Hatalmas gambler vagyok. Kérlek a oda. Elsőre, így van. Ezek ugye a célzó jelölőink, amikkel megjelölgetjük a kultistákat. Igen. Nagyon jó. Oké, még mielőtt tovább rohangászunk. Akar bárki kutatni? Én akarok! Én is akarok! Na nézzük meg, hány darab ilyen kis nagyító ikonunk van. Nekem egy. Nekem 2. Annyit húzhatunk, és abból egyet lehet válogatni. Maximum annyit.
Maximum annyit, igen. Ez ugye azért fontos, mert ugye van... Mindenki egyet? Vagy egy ember egyet? Egy ember egy. Tehát, hogy mindenki egyet elvehet. Abból... Mindenki megtarthat egyet. Igen. Aha, tehát, hogy ahány nagyítód van, maximum annyit húzhatsz fel, azt te döntöd el. Nagyon jó. És egyet tarthatsz meg. Nálam egy ebből. Van. És amit a Topi elkezdett, az a fontos, hogy vannak benne azok a szemek, amik ja. rosszak. Ja, és ezeket, ezt burnöljük, ugye, utána? Tehát nem, ez csak reveal-elni kell, ez nem magyarsággal. Akkor három van. Igen, igen. Jó, én csak egyet kérek. Parancsolj. És melyiket választod belőle? Nekem is van három, de nem fogok annyit felhúzni. Mert hogyha felhúzod és nem választod... Kérek kettőt, jól. Kettőt én is elveszek. Ugye arra a helyszínre kerül fel a kultista, ahol állunk éppen. Kettőt szerintem nekem is belefér, és eddig nem volt szem, úgyhogy... Mert arról szólni kell, hogyha van. Ó, ne, döntés. Látjátok, én csak egyet húzok, hogy ne legyen baj. A maradék pedig egy külön dobópakliba fog kerülni, amiket majd esetleg talált pénzzel tudunk. Jó, én microscope-ot szeretnék kérni. És a másik csodálatos dolog egyébként a keresés kutatásban, hogy... Ez fogy ez a pakli, és ez nem lesz újra keverve. Igen. Mi? Igen. Erről nem szoktunk? Nem. Jó. Nem szóltatok erről. Látod, én mondtam, hogy csak egyet húzzál. Nem mondtál semmit, azt mondtad, te egyet húzzal. Hát igen, de ez volt a helyes döntés. Jó, nekem Köszönöm. Bocsánat. Hát jó. Az egyikkel kockákat dobhatok újra, igen. A másikkal pedig egy harcban a szemeket ignorálhatom. Szerintem az egy kicsivel jobb. Ugye, igen, de a gambler a kocka. Mindegy, megtartom a szemet. Semmi rúl. Hol marad az Ameri? Én talált pénzt találtam. I'm not cool. Meg kultuszok könyvét, ami a csillagokat tudja majd hatástalanítani őrületért. Úgyhogy... Őrületért? Hogyne. Úgyhogy én ezt a kultuszok könyvét választom, mert tök jó lesz csillagokat. Megőrülni szeretsz. Hogyne. Jó. Én nagyon őrült vagyok. Na, én betárazok azokra a napokra, amikor a fájdalom van. Jó. Na, te mit fogsz csinálni? Mert azt még nem tudjuk. Én őt fogom megölni. De őt fogod csak megölni? Igen, el fogok venni majd egy csillagkockát, én ezt most le is nyúlom szerintem, mert van belőle még egy. És van ezen kívül még egy csillagom, meg egy bolygóm, ami szükséges a harchoz. Ezt megtartom, mert ez egy baromi jó támogatás lesz később, mert egy őrületért levehetünk majd iszonyat kristályt, és szerintem innen érdemes majd lesz később eltávolítani, mert nem akarjuk, hogy hamar felforduljon. Mert hogy akarjuk, mert tök mókás, de... Nem akarjuk. Most... Nem akarjuk. Én kettő dolgot szeretnék kérdezni. Az egyik az, hogy te ezt ugye azért adtad nekem oda, hogy eldobjam a kártyát. Úgyhogy én ezt nem használtam föl szimbólumként. Nem. Jó. A másik, amit szeretnék kérdezni, hogy azon a kártyára írva még, hogy ezután léptesd egyel előre az iszonyat jelzőt. Ups. Ezt elfelejtettük-e? Nem. Ezt nem elfelejtettük, hanem ez volt a lényeg, hogy most, hogy megbeszéltük előtt a dolgokat, most is szépen tud reprezentatív előre lépni. Akkor te lépteted előre. Meghagyom neked ezt a lehetőséget. Tehát tényleg így... Még hogy elfelejteni. Ugyan most már végképp jól fog jönni, hogy van nekem ez a támogatás. No! Oké. Fasz a kaci! GG! Egyszer veszem észre. Egyet húzzál, mert baj lesz. De most ez nem nagy baj. Még mire körbeér, majd levesszük onnan azt a szót. Ez a baj! Ez a baj, köci, nem nagy baj. Szerintem szolgáljátok. Például ezzel, amikor el fogok börnölni, ezzel le tudnánk menni egy iszonyat kristályt. Jól elveszem, és majd amikor... az ődöt be is készítem oda, hogy jelen. Jó, nekem őre van szükségem. Neked a pajzs maradt? Nekem nem. Jó, ha nem kell, akkor az ott jó helyen van. Igazából akkor... Nekem nem kell, mert ezzel a négyel meg tudom ölni, és akkor egy kártyám marad is. Igen, ez jó. Akkor meg vagyunk elvileg a felkészülésre. Meg vagyunk a felkészülés. Mozogjunk oda, ahova akarunk. Jó. Akkor haves srác. Oda jön. Nagyon jó. És jó. Amivel én... Kaci. Én is oda megyek hozzád. Orra esik. Ne tett tönkre, légy szíves. Béna. Le fog törni a kezdenek így. És aztán ide jön. Jó. És amivel támogatsz kártyát, az mindenképp eldobódik. Vissza fog kerülni az ő dobópakliába. Vissza fog kerülni hozzád, igen. Jó. A dobópakliába. Okay. Jó. Nagyon pontosan.
Jó. Nekem nagyon egyszerű, amit csinálok. Jó, így fogunk haladni, ne haragudj. Hogy fogunk haladni? Az óra mutatójának megfelelő járási irányba. Van lesz. Minden a kezdve eszintő, úgyhogy... Tényleg kiválasztottad a Starkult is, tehát hogy volt, akkor először örülök mindenki. Szóval... Nagyra kellemetlen ez egyébként. Elhasználom a csillagot. Igen. Meg ezt a másik csillagot. Meg ezt a bolygót. Csillag-csillag bolygó. És nagyon boldogan megölöm ezt a kultistát, és fogok kapni érte egy ilyen csápos tokent, aminek később nagy hasznát fogom venni. Szép munka. Szerintem képezzünk ki itt valahol egy dobupaklit a kultistáknak, ahol van megszabadulunk. Tudod, mit mond az a kultus, kultista, amikor megölöd? Mit? A picsápa. Jó. Okay. Semmi értelme ennek a csatornának, de mi nagyon szeretjük. Jó. Én átadom a további harcolások lehetőségét. Hát én a... ezeket elveszem. Szoknyás stáción. Én megcsápolgatom, megpajzsolgatom, megszemezgetem, megcsillagozgatom, és ezzel boldogságot okozok a kis testének, annak a boldog kultistának. Jó, akkor őt elhasználtad. És egy pajzsot szeretnék kérni magamnak, mert aztól nekem jobb lesz. Gratulálok. Itt van a szaros célzód. Parancsolj. Jó. Ó, az még nem kerül oda. Kérlek. Nem, nem, kacus, csak utánad. Jó, akkor nekem kell... Hát mindegy az, hogy hol van. Szóval nekem kell egy csáp, nem, meg még egy csáp, ja, meg egy szem, meg egy bolygó. Csáp-csáp. Nem, csáp-csáp, bolygó, szem. Igen, kell. Igen, csak hogy közben azt nézem, ha most benézted, szájba rúglak. Nem, hanem hogy maradt még egy bolygó. Igen. Hát ténylegesen szerintem, ugye ebből megkaptad a bolygót, szóval ezt tartsd meg, mert ki tudja lehet. Ezt mindenképp megtartom, igen. Akkor? De ugye a másikat is megtartatja. Hogy... hogy... Tehát a kártyán lévő szimbólumot ne nézd? Csáp, csáp, szem, bolygó, ugye amit megvesz. Ja, a bolygó, ami a kockán van. Igen. Tehát, hogy azt nézem, hogy most ebből a háromból választhatok, ugye? Az a baj, hogy se csillag nem kell, se pajzs, csak bolygó kell. Igen. Az, aki tud ütni a kockát. Igen, csak arra gondoltam, hogy a kockával is ki lehetne ütni a kockát, és akkor nem kellett volna ezt a lap, érted? De te neked a pajzskocka jutott. Mert ja, hogy nekem igen, a, mert hogy a Dávid kockád nézik. Bolygó az én kockám, jó? Jó, akkor ezt visszaadom, és akkor azzal, meg ezzel megverem azt a kultistát. Szép munka, Kaci. És azt hittem, hogy bolygótokán. Juhú! Az a te trófeád. Nagyon jó. Én vagyok a bolygó kapitány. Ő előrébb csúszik. A topinak, ha nem haragszik. Jó, 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 mindenképpen. Köszönöm. Épp kérni is nekem akartam. Nekem bármilyen támogatás nélkül... Én se kaptam támogatást. Jó, de hát te az ingyen freget. Béna, Sánta, kultistát. Kinek csak most került be a két szertába. Bolygóval, illetve egy csáppal, illetve ennek a bolygónak a felhasználásával megölöm. Az álmodó kultistákat. És ezért kapok egy csillagot. Mert hogy a királyok Elder Sign kapnak. És fejleszt... Na. Jó. Nem. Semmi, nem. Dehogy is. Azért, mert azzal most... Azzal a kivikört fogjuk kezdeni szerintem. Mármint a nyomozó részt. Jó. Az meg kellhet. Jó, és akkor elhasználtuk ezt is. Ezek visszakerülnek a dobópoklimba. Igen. Nagyon szép. És elméletileg befejeztük ezt a kört. Ugyebár... Ráadásul hatalmas sikerrel. Tehát, hogy négy kultistát megöltünk négyen. Igen. Majd jön fel újabb négyek, akarom mondani. Tök jók voltunk. A lényeg az, hogy mindig itt tudjuk. Tehát, hogy ez a végtelen negatív hozzáállás. De az ember örülne annak, hogy megöltünk négy kultistát, de a következőben úgyis hat jön. Nem kell, inkább úgy a tematika, hogy inkább meggyógyítottuk, megbeszéltük vele, hogy ne legyen többet kultist, ez a megjelent durva lenne. Ilyen közben Creep Steamnek nagyon-nagyon szépen köszönjük a donation-t. A donation-öket a végén fogjuk majd felolvasni, hogy ne zavarjon bele az összképébe a játéknak, de nagyon köszönjük. Ja, királyság. Jó, következő fázis, ugye ez volt a harc fázis. Most ugye meg kell néznünk, hogy be tudjuk-e zárni bármelyik kaput is. Valójában nem. Nem is kapni zárás. Vagy, pánik. Mi van nálad? Nálad bolygó van, ugye? Bolygó. Mert hogy a kapuzárás, azt emlékeztes kérlek, hogy az hogyan is működik. A kapuzáráshoz
három dolog szükséges. Kell nekünk egyszer egy ilyen lap, ezek a kapuzáró tudások, hogy megvan a tudásunk az, hogy képesek legyünk bezárni ezt a kaput, ő a pajzshoz ad nekünk jogosultságot, stb. Ezen felül szükségünk van négy darabra abból a szimbólumból, ami azon a kártyán van. Négy darabra? Mindig a játékos számmal megegyező. Ugye, amikor legutóbbit... Nincs sok esélyünk nyerni, ugye? Hogy is nincs sok. De hogy fejlesszél, az kelleni fog a bezáráshoz. Igen. Ilyen lapokat úgy fogunk kapni, amikor képességet fejlesztünk magunknak, ami azért egy kicsit balanszoltabb, ugye most négy játékosnál, mert négyet meg fogunk szerezni ezek közül egy tokenért. Mert az első képesség majd egy tokenbe fog kerülni. És a harmadik dolog igazából, ami szükséges ahhoz, hogy bezárjuk a kaput, az, hogy ott legyünk azon a helyszínen, ahova a pecsét kell. Tehát például, uh-huh. ha a bolygókártya van meg, és van neked már négy bolygótokened, és itt vagy, akkor te nagyon bezárjuk. Elmegyógyba kell, hogy legyek. És hogy akkor én, mint minden dolgok elrontója, elmondjam, tehát ettől függetlenül a kultisták fel fognak jönni arra a helyszínre, csak a vének nem fognak tudni. Az onnan már mindegy. Hát nem mindegy, mert hogyha túl sok van, akkor is meghalunk. Igen, tehát hogy a 12 a max, ami lent lehet. Ha a 13. úgy dönt, hogy megjelenik, akkor valami szomorú hangeffekt is vége. És igen. Akkor jön a The End, és pápá. Ja, nem. Nagyon jó hangzik. Nem fog megtörténni. Nem. De jó. Úgyis hát legyakjuk őket. Jó. És ebben a fázisban dönthetünk úgy, hogy fejlesztjük a karaktereinket? Azt a felkészülési fázisban tudjuk megcsinálni. Tehát a következő felkészülését, uh-huh. tehát hogy most például ebben a körben én nem tudnám fejleszteni a képességem, hogy legyen nem. plusz egy kocka. Nem. Remek. Úgyhogy az majd a harmadik körtől lesz nekünk. Jó, mert ugye helyesbitek, igazából ott, amikor kifejleszted, azonnal meg fogjuk kapni ezt a kockát, te dobhatsz vele vagy. Ja, tehát hogy a preparation phase-ben azonnal megkapom. Igen. Nagyon jó. Mert ugye nekem az a speciális képességem, az egyetlen, amit majd hagytok kifejleszteni, az annyit tud, hogy ezekhez a kockákhoz, amiket fel tudunk használni majd különböző szimbólumok betörésére. Én betörésnek hívtam ezt végig, ez probléma? Nem, ez nagyon tökéletes. Ahhoz hozzájön még egy, és ez szerintem hasznos lesz, főleg, hogy olyan zseniális dobások követik igen. Az előzőt is. Ugye az lesz, hogy 5 szimbólumot ki fogsz dobni, mert akkor már nem lesz blank. Aha. És akkor majd kidobod pont ugyanezt az 5 szimbólumot. És ez a terv. Hogy ezek csak így knockoutolják a dolgokat. Nagyon jó. Az kellene, hogy a következő körben 2 kultistát tudjak megölni, mert szeretnék 2 fejlődni. Jó. Oké. Okay. Nézzük meg. Akkor kezdjük el a következő kört. Ugye nem sikerült bezárni egyetlen location se. Surprise. Úgyhogy újra a kultisták jönnek. Oké. Okay. A kultista jelölőnk az megbújt itt. Ő lépni fog előre 1, 2, 3, 4-et. És minden helyen, amit érint, oda fel ne, fog csak jönni ő ne. Egy darab kultista. Már 3 van. Jó. Dávid, csinálj valamit. Most én miért? Hát te akarsz itt 2-2 ölni egy kör alatt? Oda megyek, a szájba lesz rúgva mindenki. Jó, dobálózunk a kockákkal. Hé! Bocsánat. Azért... Én ezt mindenképp tudjuk már, tenni. Hogy ki a gambler, jó? Látjátok? Így. Igen. Így. Igen. Így, csáp, nagyon jó. Igen. Jó, és akkor most egy bolygót. Nagyon jó. De mi? Jó. És akkor... Csáv. Mert neki ment a kockádnak, amúgy dobjál átfordult még, volna dobjál blankre. Még egyet, biztos voltam benne. Hogy... De legalább pajzs, hogy még legyen mind az 5. Ja nem, így sem. Nem tudtad kidobni a csillagot. Jó, léptek ja, én nem nevettem. Kezd elegem menni a sárcból. De most már mindegy. Jó, ezzel most dobunk, ugye? Igen, véget ért a kultista fázis, úgyhogy megdobhatod azt, és kiegészítjük a kezünket. Két Joker, csáp meg bolygó, persze, ez nem kis haver. Csak... Ja, de szabályos, meg igen, nem szóltam, nem 3-an vagyunk, 4-en vagyunk. Négyen vagyunk. Topi, ha nem tiszták a szabályok, nézd meg a videónkat. 2 is felvettünk, az egyik angol, a másik magyar. Ilyen picture-ben így, akkor nézd, most folyton néznék fel. Itt mit is kell csinálni? Jó.
Nagyon OP vagyok. Négy lapra, igen. A Betánnak nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ennyire figyelmesen csinálja ezt, amit csinál, mert Betán egy tündér. Oh. Betán egy fantasztikus lány, aki már nagyon-nagyon régóta követi a csatornát, és oszlopos tagja a közösségünknek, és ügyesen. Policemannel, meg mindenkivel együtt rendet tart. Köszönjük. Most egyébként az egyik barátunk is streamel, úgyhogy nem tudom, pseudo-feleztük valójában az admin bázisunkat. Úgyhogy van, aki ott figyel, van, aki pedig itt. Nagyon-nagyon köszönjük. Na! Megdobtuk, amit meg kellett dobni. Ami megkövetelt a haza, igen. És most refreshelünk, ugye? Igen. Úgyhogy ketten megtettük. Most egészítünk mi. Nem lehetne esetleg azt csinálni, hogy követjük a játékszabályokat? De az van. Kezd egy kicsit. Már mondta a főnök, hogy és húzzunk négyre. Illetve el is lehet dobni a maradékot. Igen, de ez hogyha nem szeretné valamit megtettem, hogy eldobni. Én ide fogok jönni, úgyhogy nekem nagyon fog majd kelleni a pajzs. Én nekem egy szem fog majd kelleni. És akkor tudok szintén ide jönni. Mi? Várj, megnézem, tudlak élni. Három csinál. Szem. Miért? Három szem. Sam Fisher. Sam karaktere a Sean Penn filmből. És most a kártyás. És minden Frodo-nak Samuel L. Jackson. Az is jó. Mindenki a kezemben. Sam. Tényleg Samu. Sam. Ott lehet. Szemezni. Jó, akkor most ő is lép egyet. Nem akarnék szembe menni a tökség akaratával. Nem úgy volt, hogy nincsenek szóvicek? Nincsenek szóvicek. Nincsenek szóvicek. Jó. És akkor most feljött egy ilyen iszonyat gyémántocska, gyöngyöcske. Hát, mert azokra szükség van. Ugye, akárhányszor a terrorrepülő. Ez csak azért, hogy... A terrorrepülő. Lép, oda megy a terrorkristály. Szép. Igen. De ez azért kell, hogy aktiválni tudjuk a helyszíneket. Az jó lesz nekünk. Én biztos vagyok benne, hogy én abban teljesen biztos vagyok, ez például a következőben úgy table flippel, hogy befosol. Nem, van nekem az ellen támogatás. Ja, nagyon jó. Na, nekem rengeteg szemem van, srácok. Hát mit tud a támogatás? A támogatás része az első szemnek, átadhatok a támogatott társadnak a saját nyomozó kockádat, a kocka nem dobható újra, ezután léptesd előre egyel az iszonyatjelzőt. Ezt nem használjuk. Jó. Támogatott társad egy őrületért kettőt kap a legyőzött kultista trófeájából. Ezt majd használjuk. Ezt, igen, ezzel majd támogatok valakit. Magamat tudom? Nem. Jó, de... De már kezdem számolgatni, hogy itt szerintem 50-50%-ra lecsökkent. Nem, engem nem szeretsz. Itt a Topit fogod támogatni, arra jöttem rá. Sérj is téged egyébként, majd számolgatok itt. Igen, az első körben is láttam, hogy agyon támogattál engem. Jó, szóval. Vigyé. Haj, nem haj. Ez mondjuk igaz. Haj. Szakál. Izé. Dolgok, igen. Dolgok. Majd egyszer. Egy szép napon. Majd a pubertás után. Majd egyszer felnövök, ígérem. A harmadik szemem pedig azt tudja, hogy a támogatott játékos megduplázhatja az egyik akciókártyájának szimbólumát a harcában. Ami elég jó. És itt kettőt lehet választani, az egyikért azonnal jár egy őrület is. A támogatott játékos, miután felhasználta harcában ezt a lapot, egy őrületért továbbadhatja egy másik játékosnak, kivéve annak, akit kapta. Tehát, hogy ennek van egy ilyen szekenderi képessége is, ami azért elég melegnek tűnik. Én most látom, hogy tudok majd szimbólumokat adni, tehát hogyha neked esetleg szükséged lesz egy szemre, akkor én azt nagyon szívesen tudok neked adni. Nagyon köszönöm szépen, elég szarul állok szemből. Csápolni tudok neked. Én arra gondolok, hogy ha én felhasználhatok... Szerintem tegyünk képességeket. Ja, hogy akkor most legyenek képességek? Hogyne. Ja, igen. Ugye mindig, mert ugye előre fog lépni. Ugye előtte lehet, hogy akkor le kéne pucolni. Játszom ezt a támogatásomat. Ki szerette kapni egy őrületet? Én! És támogatlak! De nagyon de jó. De miért? Ez azt tudja, hogy ha ezzel támogatlak téged, kapsz egy őrületet, de eltávolíthatsz egy iszonyat kristályt valahonnél. Jó, de ezt én leszarom. Őrülj meg! Már rádrakta, már mindegy.
A másik. Egy jó örület. A párnak. És mínusz egy. És mínusz egy kristály. Őt szeretnéd szerintem levenni. Én érzem. Ne, jó vagyok. Szép munka, Dávid. Sikerült. De most tudnád ezt úgy mondani, mint ha nem a macskád lennék, aki először húgyozott a homokra? Csak kérdezem. Jaj, alig várom, hogy gyerekeid legyenek. Na, kösz. Szívesen. Máskor is. Jó, de én most egy csomó... Ó, én most egy új lapot. Úgy fossá fogok őrülni egyébként kérem, is. Kérem valaki csápokat. Én akarok adni csápokat. És akarok húzni egy pajzsot. Ez a feladat. Ja, nekem megint van egy ez jó támogatásom. Jó, várjál, én kapok őrületet, mert támogattalak. Igaz? Így van. Nekem is vannak jó támogatásaim. De jó. Igen? Van olyan, ami egyszerre két szimbólumot is ad. Igaz, hogy egyel előre kell léptetni az iszonyatjelzőt, de... Ezt úgyis körbe fogjuk szalasztatni most. De ja. Úgyhogy én tudok adni egy szemet, meg egy csápot. Nagyon büszkölök rá, hogy kihagytad a futtatni szót. De nekem most bele kellett szúrni. Dávid, nem kell neked egy szem, meg egy csáp? Csáp. Na, hol akarsz ölni? Szem nem kell. Igazából... A csápot azt innen fel fogom tudni használni. Én arra gondoltam, hogy én idejövök, mert szemből elég kemény vagyok. És én őt fogom tudni megölni, anélkül, hogy bármilyen segítségre lenne szükségem. Mert itt van egy csáp, amit fel tudok használni a kis kockával. Igen. Szemem ugye van, másik szemem is van, és van egy bolygóm is. Tehát a hármat effektív el tudok erre használni. Na már most. Utána ugye ez lejjebb csúszik, ez csak két kultista lesz itt. A másik kultista megöléséhez szükségem lenne még egy pajzsra és egy csillagra. Én, hogyha... Ó, meg ezt a szemet is ki kell dobnom, ugye? Én hogyha digi változok egyel följebb, akkor onnantól kezdve én ignorálni tudom a kockát. De azt mondom, hogy nincsen kocka. Jó, de itt nem az a lényeg, hogy te fejlődj. És utána, ez nekem azért lesz jó, hogy én ezt elhatároztam, hogy ezek helyett valamelyik helyett fogok húzni egy pajzsot, mert ez a feladat. És akkor megvan tudva. Megvan az és jó, mert hogyha használnám majd ilyen... Jó, hát azzal meg bárkinek kockát pajzsnak. Én használtok több kockát is egy körben? Hát, hogyha több kocka van, mint ányjátékos, akkor már valaki választhat egyel többet is. Nagyon jó, mert akkor igazából nekem a csak... Várjál, pajzs, vagy egy csillagra, vagy egy pajzsra van szükségem, és onnantól kezdve meg tudom ölni ezt is, és ezt is, kapok két Elder Sign-t, és azon már három Elder Sign-om van. És... Nem akarsz fejlődni? Az a baj, hát hogy igazából az van egy csillagod, egy csápod, és vagy pajzsod. Jó, hogy már ezeket kapom meg, és nem ezeket. Igen. Akkor mindegy. Én biztosan fogok fejlődni, mert én akkor tudok adni, számít majd a nyomozókockán. Tudok adni egyet is, vagy tudok adni hát mind a kettőt is, de az nem jó, mert akkor megjelenne ott azon, hogy kultista, és akkor már négy lenne. Az nem lenne jó. Az nem lenne az rögtön jó. Egy mérhetetlen vént eredményezne. Jó, hát akkor tudok adni, Dávid. Egy csillagot, vagy egy pajzsot. Nekem, hogy adsz pajzsot? Van olyan. Ja, azokkal, nagyon jó. Nekem mindegy, hogy mi az. Én nekem csak egy csillag és egy pajzs, és akkor én itt kettőt meg tudok ölni. Ha már csak az egyiket megadja neked a kaci, a dobott kockák egyikét felhasználhatod annak. Nagyon jó. Gyere, megadom neked. Ha nem probléma, akkor én fejlődnék, nyilván. És beledobnék még egy kockát jó. A közösbe. Ez neked jó, te fasz. Mi a helyzet, srácok? Léptesd a izét, iszonyatjelölőt. Miért? Mert szinten léptél. Van írva neked. Mert digi változtál. Mindennek ára van. Szép volt. De dobtál egy harmadik Jokert. Nagyon jó. Jó, na hát most... Na, mi kell? Hogy kussoljál. Az. Nem adom oda. Add ide a pajzsot, köcsög. Tessék, ett egy pajzs. Helyes. És húzok egy újat, ugye? Jó, ez a cserélős. Tudok még adni egy szemet vagy egy csápot? Nekem is ölni kéne valahol. Én szeretnék kérni a kacinak egy őrületjelölőt. Ó, jó? Mindenki a... Jó, én már tudom, hogy kit támadok. Még mielőtt annak is neki kezd el. Te most fejlődtél. Ki?
Még a fejlődésed minden részét csináld végig. Válasz onnan egyet. Válaszhatok onnan egyet? Bezárni kaput. Hát nem választhatsz, hanem megkapod. Kéne. Kellene. Tehát volna mondjuk, hogy a csáp vagy a pajzs néked. Igen. Várjál, mert ugye egy csáp és egy pajzs lesz nálam. Jop. De azokat úgyis fejlődésre használom, nem mindegy. Hát az egyiket fogod, mert ugye igen. Ugyanolyan színeket kell betenni. Komolyan? Igen. Igen. Hát akkor... Ez egy ilyen izéje. Hát akkor... Faszomból így van. Jó, akkor vagy a csápot, vagy a pajzsot. Nem tudom, én nekem a csáp szimpatikusabb. Nem tudom miért. Egy kis csápos. Tere! Csáp... Ja? Na, igen. Zünkét lesz. Elcsápított? Oké, okay, szerintem akkor menjünk át. Tudod mi? Tudod, el lesz küldve a picsápa, hagyjuk abba. Valójában mi nyitottuk ki Pandora szelencéjét, de szeretném jelezni, hogy a fos szóvicnél csak a follow-upja rosszabb. Jó? És hogyha follow-upolja a follow-upomat? Mert ő megtette. De máshogy. Jó. Az én eredetimmel, ráadásul. Jó. Tudás! Tudás nálam. Király. Te már tudsz. De várjál, mindenki fejlődött. Te már tudsz, amit. Nem, én még nem. Még nem jutottunk el oda. Még lenne hozzád nagy kérdésem. Jaj. Ha ő jól kiírtja ezeket, igen. Akkor ő közelharcban lesz? Igen. Be tudom jelölni? Igen. Tök jó. Mert akkor te meg tudnád ölni ezt? Igen. Hát akkor előfordul, hogy meg tudom ölni. Jó, de a... Én mit tudnék? Mert ugye, hogyha én digiváltozok, akkor nem érdekel a szem, és elveszek egy... Hogy elveszek mit csinálsz? Egy... Hát én azt mondom, hogy egyet fejlődök, igen? Ebben az egyen előrébb menne. De mondtál valami szót. Hogy digiváltozik. Digiváltozol. És jó, akkor onnantól kezdve engem nem érdekel a dobókocka. A digiváltozás? Igen. Hát az... Hogy nem érdekel a dobókocka? Várd, csak a Digimonoknál. És, ja, akkor, ugye van nekem a... Te komolyan egy a Pokémon referenzt használsz a csatornánkon? Nem, mert Digimon használt. A Pokémon referenzt én... Digiváltozás. Az teljesen mindegy, nem? Tehát az olyan, mint a... Nem! Nem. Nem, mert a Pokémonok csak a saját nevüket tudják kimondani, a Digimonok meg tudnak beszélni. Úgyhogy Detektív Pikachu igazából egy Digimon. Meg Mihály is. Tényleg. nagyon rég éreztem magam ennyire öregnek. Mérhetetlen vén vagyok most éppen. Ne csináld, mert polisz meg közben bannolja az embereket. Na, igen, akkor mit csinálsz te most? Fejlődsz. Szeretnék egyet fejlődni. Fejlődésnek hívtad, ugye? Igen. Nagyon is így. Nagyon jó. Fejlődtél egyet, ez azt ezért jelenti... Oda megy, ezért az oda megy, illetve... Aktiváltunk mindjárt egy helyszínt! Igazából most. Nem, onnan indult. Onnan indult? Hát kettő kristály, csak egyféleképp lehet rajta. Ja, hát nem, meg biztos van valami odafasik. Mi ébredjem? Nézzük meg, hogy melyik mit tud csinálni igazából. Jó, nézzük meg, hogy mit tudnak a különböző helyszíneink, és akkor az alapján el fogjuk tudni dönteni. Ugyanis most körbeért a terror jelölőnk. Ha megtesz egy teljes kört, akkor mi kiválaszthatunk egy helyszínt, ami aktiválódik, és ez általában azért jó, mert minden helyszínnek van egy olyan képessége, amit mi pluszban felhasználhatunk. Ha eddig ez nem lett volna világos, erre kurva nagy szükségünk lesz másodperceken belül. Mert én vagyok az eletlen, aki jól. Te tudod fejből esetleg, hogy melyik azok a képességek, amiket érdemes? Nagyjából. Vagy végigvegyük az összeset? Hát attól végigvehetjük. Végigvehetjük az összeset. Jó. Kaci kedvenc helyszíne. Kaci kedvenc helyszíne, mint egy otthona, az Arkemi Elmegyógy Intézet, az azt tudja, hogy a helyszín aktiválásakor léptesd előre 3-mal az iszonyatjelző. Mi? De... Ettől kezdve minden nyomozó, aki a felkészülési fázisát ezen a helyszínen kezdi meg, automatikusan eldobhat egy őrületjelzőt minden fordulóban. Aha. Szar. Ezért talán érdemes az elején, amikor még nem annyira gáz, hogy futkos ő. Igen. Na, hallod? Az egy jó helyszín.
Szálemi boszorkány ház. Ezek azért nincsenek ennyire közel egymáshoz, mindegy. A szálemi boszorkány ház azt tudja, hogy áttehetsz egy kultistát bármelyik helyszínről bármelyik másik helyszínre, a kultisták sorában is az általad választott helyre, ezután léptesd előre egyel az iszonyatjelzőt. Tehát az iszonyatjelzőt mindegyik baszogatja? Majdnem. De ez nekem nagyon tetszik. Ez jó, mert... Szerintem mi kurva jók vagyunk, úgyhogy... Igen. Hát ez még, ez de ilyen... azért gondolni kell a jövőre. A ködbe burkolózott hegy... Az nehéz felemelni. De hát... valósághű a játék. Ködbe burkolózott hegy Kingsport felett. Mi ez eredeti nyelven, vagy angolul ez mit csinál? Mi? Oh, Misty Mountain. Tényleg. Nagyon szép. Ezt nem mondhatom ki. Nem. Magadhoz vehetsz egy tetszőleges trófeát a készletből, ezután léptesd előre egyel az iszonyatjelzőt. Az akciót minden nyomozó fordulónként csak egyszer használhatja. Mm-hmm. De legalább trófeákat lehet szerezni. Ez szerintem parádé. Tehát, hogy ezt farmoljuk, az szerintem parádé. A következő helyszín az a bostoni öreg temető. Két őrületért átnézheted a tárgykártyák húzópakliát, és kiválaszthatsz magadnak egy tetszőleges tárgyat. Uh-huh. Ez nem rossz. Gyógyulásokhoz, vagy például a mesterlövész fegyvernek a megszerzéséhez. Bocsánat, nem bírom. Tudod, mi vagy te? Med síren. Nagyon jó. Tehát a magányos kunyhó Dunwich-ban levehetsz egy iszonyat... Oké, abba kell hagynunk ezt a csatornát. Levehetsz egy iszonyat kristályt bármelyik iszonyat kártyáról, ezután dobja a tartalék kultista kockával. A kidobott helyszínen azonnal megjelenik egy új kultista. Tehát valójában cserélhetsz kultistát iszonyatjelzőre. Igen. Ezt nem érzem annyira erősnek, főleg, hogy dobni kell hozzá. Pedig mondjuk abban eddig egész jó vagy. Igen, tehát hogy így simán kidobhatod az üres oldalát a kockára. Eddig az elmegy gyógyintézet a legjobb. Meg a trófeás. Már 4 jokerünk van? Nem, most valamit elforgattál. Az ja, igen, volt. Itt volt valamelyik, aminek nekem szükségem volt. Csáport. Igen. Na, szóval ezek közül, a helyszínek közül kell nekünk most, azaz, hogy lehetőségünk van, egyet aktiválni. Kaci az elmegyógyintézetre szavaz. Ki szavaz még az elmegyógyintézetre? Jó, nekem nagyon tetszik a szálemi boszorkány. Hé, ez már 2/3. Tessék? Ez 2/3. Ez itt... hogy engem nem számoltatok? Nem, mert... Egy harmadtól már minden 2/3. Igen, tehát ezt általában így számoljuk, így számoljuk a csatornán, mert ezt tanultuk. Igen. Ezúttal is köszönjük a Fidelitásnak, hogy támogatja ezt a számot. Ha nézi valamelyik... nagyon egyszerű. Ketten szavaztak sajnos az Arkham elmegyógyintézetre, úgyhogy ha mi nem értünk egyet, akkor nem lehet ökölharccal eldönteni. Te melyiket szeretnél volna? Milyen kis simulékony lettél? Kezdesz már megőrülni, mi? Én azt mondom, trófeás. Nekem az tetszik. Az meg izgi. Az, hogy trófeákat szerezhetünk. Igen. Ez melyik is őrületért? Vagy... Azért mozogjon előre. Iszonyatjelő. Ja, hogy iszonyatjelölőt kell csak mozgatni, viszont csak. Persze, itt még az csak. Volt, hogy ne lépjen. 3! Azonnantól kezdve többet nem mozog. Tehát, hogy azután már megvan, és onnantól kezdve már csak termeli az életet, vagy sem. Gyógyítgat. Minden alkalommal. Jó, hogy ez csak egyszer kell. Egyszer beszopod. Egyszer kifizetjük azt a 3-at, és onnantól kezdve... Nagyon jó, de akkor megint ide fogja rakni, vágod. Nem tudom. Hova fogja dobni? Ide fogja dobni. Előbb-utóbb oda fogja. Várjál, de várjál. Igen. Nem fog rajta menni. De nem mindegyiken rak.
ahol átmegy. De. Hát... Akkor ott is kettő lesz, itt is, itt, ott is egyre leszünk, itt is egyre leszünk, itt meg kettőre leszünk attól, hogy flippeljen. Hát jó, de most mi történhet? Ez a baj. Tudod, mi a bajom? Az, hogy neked ez ennyire tetszik. De gyógyulás! Egyébként abban igaza van, hogy mivel ő téged nem fog gyógyítani. Ó, igen. Itt lesz egy jó. Gyógyulni. Aktiváljuk a szállami boszorkányházat. Mármint az elmegy, hogy intézni. Jó, legyen jó, Anna. Jó, Anna. Juhú! Ha már amit nem tudom. Kiszabadultak a gyógyósok. Tartani fogunk majd egy kis szünetet félúton, ne féljetek. Úgyhogy ki lehet menni majd pipikényi. Úgyhogy már csak 3,5 óra. Igen. Szerintem így egy kicsit bele fogunk rázódni, és jobban fogunk. Tehát most lépni fog 3-at. Ami azt jelenti, hogy 3 darab kristály aktiváljuk. Fog felkerülni kaci miatt. Ugye ez akkor lesz mókás, hogyha... Ha még egy kört tesz, mert ez is aktivált, meg ez is aktivált. Igen. Hát az... Kurva jó. Igen. Parádé. Alig várom. Alig de igen, várom. De mindjárt körbér még egyszer, és jöhet a következő épület. Én elkezdem nézeket, hogy amúgy mit tudok majd megölni. Ja, nem lenne baj, mert én már ezt itt a protaktikkal simán vállaltam. Ugye, nekem erre a kockára szükségem van. Te nem akarod visszahozni azt a kártyát, mert el lehet tüntetni ilyen kristályt? Hely. Tudsz ilyen támogatást nekem adni? Én nem tudnék. Mit ír? A támogatott társad átnézheti a dobópakliát, és egy tetszőleges kártyát onnan kicserélhet egy kezében lévő kártyával. Ezután lépest előre egy az iszonyat jelző. Bagatell. Bagatell! Ez mennyire szép! Bagatell! De nekem nem az van a dobó, vagy az van? Hát te használtad, úgyhogy... Nem, én még nem használtam, én ezt csak megtartottam. Itt van a támogatott. Egyszer már szedtünk le arról. Igen, egyet adtál nekem már egy ilyet. Ne legyél izé. Azt nem ebben a körben adtam neked, és nem itt van véletlen? Csak kérdezem. Tehát, ez a kör egy ideje már tart. Bagatell! nálam is van egy olyan, amivel egy trófeáért levehetünk. Ó, de bocsánat, de akkor ezt én nem használhatom erre. Mert ezt egy őrületért használtad. De már ezt elhasználtad, már egyszer erről levettünk egy... Jó, és akkor ez visszakerül hozzá. Ez a kör végéig nálad marad, így itt. És használhatom? Nem. Megtörtént. Megtörtént, tehát már használtad a támogatást. Ez csak holtsúly. Ez már csak holtsúly. Akkor viszont nagyon sajnálom, de nekem szükségem lesz erre is. Ezt fogom használni. Akkor egy Jokerre. Melyik? Nem mindegy. Új, már itt nagyon kimatakoztam, miket tudok nem, csinálni. Nekem. Használd te a Jokert, ez nekem kell. Jó, nekem. Elevehetem az egyik Jokert. Ez a kérdésem. Egész én nyugodtan. Ó, és akkor Jokerrel kinyírjuk az összeset? Ez nagyon jó lesz. Az egyik ide kell. A csáp. Meg ide kell. Szerinted te tudsz valamelyik két helyszínen? Tudok. Szuper. Hát itt ugye egy csillag kell, egy bolygó, meg egy szem, azok meg is vannak, meg egy csáp, meg ugye egy pajzs, ahhoz fel tudom használni a Jokert, szóval azt meg tudom ölni. Melyiket rakjad rá? Ebből a kettőből bármelyiket meg tudom ölni. Nem, mert közelharcos vagy. De mert van egy vadászpuskám. Úr, neked megvan az a tárgy? Igen, de ne használd el a vadászpuskát. Az egy állandó. Ja, az állandó? Az ő neki egy lehetőség. Én egy mester lövész pszichológus vagyok. Wow. Gyakori. Így belegondolok, és simán. Szóval, így hogy belegondol. Ezt is tudom, azt is tudom, bárhol meg tudok ölni. Vagy itt bármelyiket, vagy ott az első. A legkevésbé szimpatikus kultista neked. Hogy ne legyen ott. Figyelj, a... Teljesen mindegy, mert bárhol is ölsz, oda a következőben úgyis jön egy kultista. Igen. Hát akkor... Figyelj, a csápot... Ja, de az meg... Mindegy. Azt nézd meg, hogy esetleg melyik szimbólumot akarod megszerezni akkor itt a négyből. Hát az a baj, hogy mindegyik más, mint ami most van. Meg ugye azt lehet, hogy elhasználjuk fejlődésre, de már, mert azzal tudsz majd gyógyítani. Hát ja. Őt azért hagyd meg szerintem, mert én most fogok szerezni egy... planétát, és én elhatároztam, hogy következő körben őt majd jól megölöm. Jó, hát figyelj, akkor megölöm itt ezt a csáposat. És akkor mi lenne, hogyha... Ja, hát én ezt nem tudom. Jó. Én csak ezt tudom megölni. Jó, semmi baj. Nem lehet mindenki nagyon hasznos. Jó, akkor ehhez elhasználom. Ez így igaz. Csak hogy biztos megvan-e, meg a kocka. Jó. Ezt akkor oda is adom meg. Jó, oké. Okay. Jó. Én mielőtt valamit elnéztem. Ja, nem? Én semmi. Még szeretném akkor én is fejleszteni az első képességemet. És akkor innentől kezdve a jövőben nekem a nyomozó kockám szimbóluma duplán számít. És akkor őt egy előre léptetem.
Természetesen közös megegyezés alapján. Természetesen, amikor elvettétek a Jolly kockákat, azonnal arra oldalra fordítottátok, amire a felapjátok. Jaj, hogyne, természetesen. Csillag. Ja, hogy... Jó. Sőt, és akkor ezt meg is tudom tartani, ezt a lapot, mert ez kétszer fog nekem. Nagyon jó lesz. 5 szimbólum kell, hát mi ez? Jó. Igazából akartok-e még csinálni bármit? Ó, én igazából én rendben vagyok. Nekem nem is maradt lapom. Igazából semennyi. Tárgyunk se lehet több. Tárgyam is kettő van. Úgyhogy azt majd fel fogom használni. Jó. Valamikor. Akkor jó. Szerintem mozogjunk a helyszínekre, ahol akarunk. Jó. Mozogjunk a helyszínekre. Itt van kacus. Tegyél át, létsz ide. Te átjössz ide. Igen. Kapit áttettem oda. Én is átjövök ide. Itt a kultistát háttérbe szorítjuk, és mi így együtt összeállunk. Mint két kicsi legó. Ezt hallottam a múltkor, hogy ilyen van. Nagyon jó. Köszönjük szépen a donationt, a stream végén fogjuk felolvasni őket. De akkor miért olvasod fel? Mert nem akartam, hogy az legyen, hogy nem foglalkozunk vele. Ha nem olvassuk be, akkor miért olvassuk? Mert lehet, hogy ő nem tudja, hogy nem olvassuk be. Miért olvassuk fel? Mert én azt, én törődni akartam vele. De már rég tovább mehettünk volna, gurítsál már a Cyber kockával. Nem kell gurítani a Cyber kockával, kis haver, mert a kultista fázis az első fázis volt. Jó, léptetted. Léptettük a terrort is. Jó, tudom. Most már harc van. Ez volt a preparációs fázis. Preparálda, tudod mit? Tudom. Na. A hulládat. Akkor harc. Harc! Harc. Kiindítsz... Én kezdek. Kaci. Nekem kell egy csillag, egy bolygó, egy szem, egy csáp, meg egy pajzs. Wow. És ezzel most megölöd őt. Bolygó, egy szem. Egy csáp, az miért kell? Csáp, miért kell? Ez a jutalmad lesz. Ja! Hát akkor azt megtartod. Ez az jó neked, ha megtartod. Akkor viszont nem is biztos, hogy azt tartom meg, mert akkor lehet, hogy vannak jobbak. Jó, Kaci, az meg, ha felveszünk két szabálymagyarázót, végigjátszunk nagyon lassan. De a Jokert az bármelyik, tehát van egy Jokerem, érted? Ja, de azt mindenképp pajzsnak kell elhasználnom. Nem, nem, pajzsod. Igazából itt ott nincs választási lehetőséged. Jó, 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 jó. Megint elrontottam. Nagyon szép. Vagy maradt egy lapod? Maradt egy lapom, semmi gond. Megöltem, kapok egy csápot. Gratulálok, megkapod, kapsz egy csápot. És az... Te akkor csápokat gyűjtesz. Én csápokat gyűjtök. Tudsz olyat csinálni majdan egyszer, hogy így ledobod a földre ott a csápokat. De várjál... Hogy mi? Csáp egy betűkülönbséggel chip. Várjál, de én miért a csápot raktam el? Mert amikor nem csápokat kapok. Á, majd. De, hát egyet, de. Ott azt fogod megkapni, azt a csápot. Ja, mert az első tőlem. Igen, jó. Igen. Jó, akkor igazából szerintem én jövök. Nem kell rögtön ordítani, jó? Nem bírom kezelni a feszültséget. Látom. Dave, miért ilyen hostile kocival? Ma miért vagy velem ilyen gonosz? Sose vagyok gonosz kocival. Köszönöm, mehetünk tovább. Topi! Én csak ott válaszoltam egy kérdésre, hogy ki a negyedik játékos. Topi. A Kaci. Alul, Malkavian demensa, az megválaszolta. Ja. Amúgy a Malkávok itt vannak valahol, feltetolálva csak, hogy... Szóval, én igazából elhasználok akkor egy csillagot, a képességemnek hála, ez kettő csillag, ez az a kettő. Elhasználok akkor egy csápocskát, meg egy ilyen szemet, ami a helyszín kocka, és akkor én ezt őt megölöd. Te őt megölöd. Nagyon és jó. És kaptam egy bolygót érte, amit... Ja, én nem választottam képességet cserébe. Helyszínt gyűjt valaki a bolygót? Én sem, mert megtehettem, hogy ne. Szerintem akkor... Túl sokat gondolkodtunk, és aztán elfelejtettem. Mindig olyan szabályszerűen játszottunk ma. Igen. Mit gyűjtök most? Mit fogok ölni? Én bolygót szeretnék. Te is bolygót akarsz? Te most bolygót ölsz? Bolygót öltem. Lehet ölni a trófeákat cserélgetni? Nem, de letehetjük a helyszínre. Én akkor elviszem a szemet. Ja. Nekem az jó lesz, tessék bolygó. Köszcsáj! Nekem szem. Jó. Te ezt így kihajtod ezt a... Neked az szempatikus? Igen, mert nem... Gyerekem, az az első szintű képességem, hogy minden fordulóban a felkészülési fázis elején egy őrületet meggyógyíthatok valakin. Igen. És az a második szintű, hogy levehetek maximum annyi őrületet, amennyien... Ja, hogy csak az első után lehet a másodikat. Mindegy, akkor a következő körben levesz, vagy az elején
felrakom, és akkor utána. És akkor majd utána. Még a felkészülési fázisban. Majd az utána lévő képben. Bocsánat, te most már ne is fejlődjél, mert hogyha fejlődsz, akkor ez itt flippel. Az még odébb van. Még az messze van. Hát, meglátjuk. Jó, igazából én meg vagyok. Úgyhogy... Jó, akkor én jövök. A nap hőse kettő kultistát megöl. Nagyon remélem. Nekem ugye kell a egy szem a helyszínre, és egy szem innen, illetve kell a csáp és a bolygó, amihez a remek kockákat fogom használni, úgyhogy ő meghal. Én távolságiként tölhetek közelit is. Természetesen. Nagyon jó. Ő előrébb csúszik, de hát, hogy ez kit érdekel senkit. Ha. Emellett pedig nekem van egy pajzsom, a kaci támogató kártyáját felhasználom pajzsként, nagyon szépen köszönöm, dugd fel. Illetve maradt még egy szemem. Csillagként használtam ezt a szemem. Igen. Úgyhogy ennyi. Megöltem őt is. Akkor egy pajzsot és egy csápot kapsz? Aha. Parancsolj. De jó megy. Sajnos nem ugyanolyan színű, pedig már fejlődnék rég. Hát, én akkor használom a halott kultistek kockacsápot, meg kártyacsápot, meg bolygócsápot, és akkor nekem szeretnél viszont megmutam, és akkor ő így meghallja magát egy kicsit. És te is legyőztél egy kultistet, és egy bolygót kérek egy igazi bolygót. Parancsolj. Jó, de jó, egy igazi bolygó. Az a helyzet, hogy nekem most csápom is van, meg pajzsom is van, és ugye én a csápokat tudom majd bezárni. Úgyhogy Kaci, amit te ott megöltél, azt nem akarod esetleg ott hagyni, hogy én felvegyem? Itt hagyja. Itt tudja hagyni. Igen, hát helyszínen. Hát meg a bolygót is ledobhatja majd, hogyha nem kell neki fejlődni. Három kell, ugye, a bezáráshoz? Négy. Három kell, ugye, a bezáráshoz? Négy. Három. Három. Csak simán három. Nagyon jó. Nagyon jó, megengedő. Megengedő. Három darab ugyanolyan szimbólumra van szükségünk. Nagyon szuper ez. Na, akkor vége van a harcfázisnak. Ezek az én kártyáim voltak, ugye? Én azt elveszem. Hiányzik nekem. Használd egészséggel. Annyira szeretném, megyekszem. Hogyha... Óvatosan! Dolgok. Nagyon jó. Valaki engem még támogatott, Kaci, azt visszaadtam azt a lapot? Igen. Jó van. Mit visszaadtad? Bekúrtad a sarokba. Jó, hát ne haragudjál. A szeretetem nem ismer határokat. Nem, az biztos. Jó, ceiling locations. Az a helyzet, hogy továbbra sem tudok bezárni egyetlen kaput sem, ami mondjuk a második körben nem annyira meglepő. De lehet, tehát, hogy nem, persze. De nem kellene, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Nem, de igazából majd a harmadikban megtörtént. Bár mondjuk elvileg megtörtént a másodikban. Három, négy. Ha megölsz... A boldogság titka, hogy ne ragd nagyon magasra azt a lécet, amit meg kell ugrani. Jó, rendben. Ritka, hogy a második nagyon, körben nagyon, lehet nagyon, zajni, nagyon, nagyon reális. Lusta emberek találták ki a legjobb dolgokat, a mikrót, meg mindent, amihoz kell, hogy nekem dolgozni. Jó. Jó, akkor véget ért ez a round is, jön a következő. Igen. Ugye ezt is a kultistek fogják kezdeni. Kultista marker a játékos számnak megfelelően négyet fog előre lépni. Igen, kiszámoltam, ügyes vagyok. És minden olyan területen, vagy minden olyan helyszínen, amin át libben, ott leszpawnol mögé egy kultistát. Na és most először végre, 5-7. Akarom mondani, sajnos. Három. Mi? 2-3-4, lekerült a 4 kultista, ő neki egyezik a kaszt szimbóluma a helyszín szimbólummal. Ami azt jelenti, hogy... Ő azzal erősebb. Rátesszük ezt a tokent, amit majd meg fogunk érte kapni, hogy jelöljük azt, hogy ő neki azt is le kell róla ütni. Tehát őt már négyen. Jó. Igen. Meg majd a kockával, amit még dobsz. Nagyon jó. Üreset fog. Ja, ide üreset dobok most, mert csillagot dobok. Nagyon ügyes. Megtennéd, hogy kedves vagy? Nagyon ügyes volt. De nem is. Még a hiba is szép volt, olyan elegáns. Én nem tudok ezzel üreset dobni sajnos. Nem baj, még meg... De. Csak nincs kultista. Nincs kultista, de... De bebizonyítottad, hogy képes vagy olyan dobni. Igen. Ez, nekem ez nagyon jó, hogy az ott van egyébként. Igen? Igen, az előző körben jó volt az a... Hát, mert megszerzem a második csápomat. És lesz megint annyi csillagod?
Lesz megint annyi szemed? Az inkább jobb kérdés. Szemed, ez jó, igen. Mert ugye négy van összesen a pakliban, és te elpuffantottál egy hármat. Nekem egyébként még van egy olyan képességem is, hogy amikor kultistával harcolok, akkor a szemet azt ignorálhatom. Tehát ez nekem ez. Ide valójában, hát majd kidobok innen egy Jokert, jó? Nem? Öt Joker vagy. Jó, ezeket is most kell dobni, ugye? Akarja valaki más? Na, te vagy a gambler, te kockázol. De gyere, kacsi. Kockázzál, nem. De én úgy szeretem, ahogy dobsz. Nem. Légy cik, nem kacsi. Is szereted, ne hazudj. Nagyon szeretem. Most mondták, hogy legyünk kedvesebbek egymásra. Rendben, bocsánat. A kacsi, én... Dobjál már. Bármit is dobsz, az nem, nekem nem. Jó. Nem, dobjál. Hülye szar. Ott a Joker. Ott a Joker, az a szemem. Csak akkor fel is húzhatjuk igazából szerintem a... Igen, refresh-elünk, az nekem pont 4-et jelent. Meg akarom ezt tartani ezt a csápot? Mert én most elhatároztam, hogy fel... Kettőt megtartom. Fel fogok húzni egy csápot, meg egy szemet, ez a feladat. Jó, szerencsére egy csillagot pont húztam. Ez mondjuk nem jött össze. Kap egy bónusz nyomozó kockát a tartalékból. A támogatott elsőd. Hashtag Team Detectives. Csak hogy egy kicsit ellensúlyozzam majd a chatet. Hát, nem lehet, ezek gyűlölnek minket mindahányan. Jöjjön el a fájdalom és a rettegés, annyira várom már, hogy eljön a fájdalom és a rettegés. Bocsánat, az a baj, hogy... Ups, tőlem! Mi? Hát most volt. Előrelép és aztán eljön a fájdalom és a rettegés. Dávid. Állítsd meg őket! De hát te használhattad tudjuk. Volna a képességedet, amivel leveszed, nem? Upszi. Majd ezt levesszük, vagy ezt, mert megvan, és akkor... Legalább a szaros mondja, karakteredre figyeljél oda, de nem, Jomi. Az a támogatás. Na szóval akkor ő még ugye... De te se szóltál, csak hogy lássad a szopást. Én annyira szerettem, az izgalmasát teszik. Jó. Jó, hát akkor ide jön, és láthatjuk. Akkor megnézzük, hogy mi történik. Felolvasod? The horror! Viszonyát, ez azt nem lehet úgy kimondani. Nem. A forduló végén minden nyomozónak végleg el kell dobni a három akciókártyáját a teljes pakliából. Kivéve azokat, melyek időszítő jelző miatt használatban vannak. Hát az most nincs. Mindenki keverje meg a pakliát, és véletlenszerűen dobjon ebből a három kártyát. Ezután mindenki húzza négy új lapot a kezébe. Yay! Mint most? Nem, ez a forduló végén. Kicsit csökkenni fog a pakli. De hogy ezt effektív discardolod, tehát hogy nem a... Ezt a dobozba. Ezt így. Ó, szét kell tépni. Értem. Igen, legacyzni kell. Team Jonathan Alma? Miért? Team Jonathan Alma. Hát mert ezek ilyen kedvesek, tehát hogy mindenkit becézgetnek, akit szeretik. Köszönöm, a mosoly miatt jön a gold. És egy kis kedves. Köszönöm. Szuper. Nem szuper. Nem nagyon tudom, szokat. Hogy mi történt, de ez de nem volt annyira rossz. Ennél van sokkal-sokkal. Ennél a sokkal-sokkal szopóbbat is lehetett volna. És jön a helyére egy másik. De nézd, azon 5 slot van, ez jó. Ez tudatos volt, így választottam direkt. Igen. Nagyon jó. Úgyhogy ő most itt áll, ez nekünk annyira nem jó. Nem? Preparálódjunk. Amondó vagyok. Preparálódjunk, mert szükség lesz rá. Ez mi? Én, hogyha valamelyikőtök szeretne... Ez Az egy valahogy oda teleportált kocka. Tehát, hogyha valamelyikőtök nagyon szeretne most fejlődni képességet, én akkor nagyon szívesen megtámogatom azzal a lappal, hogy egy iszonyat kristályt eltávolítson. Én nem tudok fejlődni, mert nekem most már két ugyanolyanra lenne hát szükségem. Én tudnék. Tehát te fejlődhetsz. Nem ártana, hogy akkor elkezdünk néha gondolni. Jó, hát akkor csinálhatjuk ezt. Én is tudok egyébként olyat, nem ebből. Szóval én is tudok egyébként olyat támogatni, hogy egy iszonyat kristályt valaki levehet. Ezt csak körönként egyszer lehet végrehajtani, az szumma. Tehát ha te megtámogatsz engem azzal, akkor én már nem tudok mást megtámogatni ilyennel. Dehogy nem. Annyit támogatunk, amennyit elbírunk. Tehát, hogy nem hozhatod vissza ugyanazt a lapot, hogy még egyszer... Azt nem, de hát hogy kerülne tőle vissza? De nem azt mondom, hogy nekem is van egy ugyanolyan. Nyugodtan használhatod. Nyugodtan használhatod. Lehet így kombozni egyébként, hogy ő támogat engem egy kártyával,
én azt elbörnölöm, visszakerül hozzá, és én egy lappal előhúzatom vele újra, azt és nem. Ő kijátsza újra? Hát abban a körben nem, mert ugye a kör végén kapja vissza. Ja, a kör végén proccol. Ja. Ja, ja, ja. Viszont én akkor ezzel nagyon lelkesen megtámogatlak jó, téged. Jó, támogass meg. Legalábbis, hát mit tudasz? Ugyanannyi. Ő egy, kapok egy iszonyat kapni. Jelzőt. Egy nem, iszonyat jelzőt? Vagy nem, egy... Iszonyat... Egy bolond. Levehetek egy iszonyatot. Egy kristályt. Igen. De kapsz egy őrületet. Trófát kell érte leadnom. Egy trófát kell érte leadnom. Tehát nem, nem kapok őrületet, hanem akkor egy trófát kell leadnom. Nem baj, hogy egy trófát be kell adnod? Hát, vagy valaki nem. Szeretne lelkesebben beadni egy trófát. Aha, de a bolygót... A bolygót adjam be? Várjál, én le tudom adni a pajzsot, mert pajzsunk egyáltalán nincs kint. Hát leadhatom a bolygót, vagy a csápot? Szerintem... Egyébként látjuk, az lenne jobb. Igen, mert hogy én a... Akkor téged támogatlak meg vele. Persze, nyilván beszopom ezt is a csapatért. A... De én... Mindegy, most úgyis le kell vennünk mind a kettőt is, ha le akarjuk. Mert hogy én tudok olyat, hogy őrületért cserébe vehetünk le iszonyat kristályt. De az... Te, az mind, te semmiképpen nem adhatsz le. Mert a bolygóval... Jó, de azt mondom, hogy, tehát, hogy nem trófáért, hanem őrületért adhatunk, vagy vehetünk le iszonyat kristályt. Aha, majd... Topit megtámogatod, vagy valakit. Egyiket el kéne használni arra a fejlődj, mert előbb jól lenne, hogy igen, a másikat meg le kell dobnod nekem, mert csáp. Tehát szerintem... igen. Vagy jó, hát akkor viszont neked kell elbörnölni egyet. Csáp, csumit se, így van. Akkor jó idő. A pajzsot. Eldobod a pajzsot. Eldobom a pajzsot, vissza. Jó. Vagy nem oda megy vissza, hanem börnölődik. Mert hogy ugye azok is fogynak, nem? Azt mondjuk írja, hogy back to supply vagy. Igen, igen. Szerintem ez bőven visszakerül ide. Jó, részemről rendben van. Jobb inkább, hogyha oda kerül. Hát nyilván jó. Oké. Akkor én ezt megtettem. És akkor leveszek egy őrületkristályt innen. Jó. És akkor majd, hogyha valakit azzal megtámogatsz, ezt is le tudjuk venni. Ez is milyen jó lesz. Jó. Hát nagyon jó most lesz. Megtámogathatok én is valakit. Igazából. Ne engem. Már sok a kristályom. Jó. Ki szerette Dávid? Szeretné egy őrületet? Mindig jól jön. Akkor megtámogatlak. Mit szólsz? Igen? Mivel? Kapsz egy őrületet. Igen. És levehetsz egy iszonyat kristályt. Miért engem szopatunk? De nem szopatlak. De hogy én bukom a ezek, mindegy, jó, igen, jó. De majd meggyógyítalak. Nagyon tetszik, gyógyítod a hóhért, édes fiam, köszönöm. Jó, és... Nem megy ez nektek. Leveszem egy újat. Mi a kedvesség? Igen. Ez a kedvesség. Ez a kedvesség. Ez a kedvesség, hisz nem állunk egymás gigáján. Valóban és akkor fejlődök egyet. Ha csáppal fejlődsz, rád borítom az asztalt. Jó, akkor a bolygóval fejlődök egyet. Mármint megtennéd, hogy a bolygóval fejleszted a szuper hasznos karaktereget? Ez azt tudja, hogy a felkészülési fázis elején, tehát ennek a fázisnak az elején egy ürletet gyógyíthattam volna bárkin, ha ezt kifejlesztettem volna időben, de ugye mivel csak most fejlesztem ki, csak a következő körtől fogok tudni ezt csinálni. Cserébe előre kell léptetni egyel az iszonyat jelzőt. Ja, iszonyat jelző. És mivel ő körbeért másodjára is... Egyébként tényleg ott már az előbb. Még egy helyszínt aktiválhatunk. Hát ezért léptettem hármat, hogy minél szóval hamarabb... Jöjjön a Misty Mountain, az iszki. Aktiválhassuk melyik a helyszínt. Melyik legyen a ködös hegyes, vagy a kultista átpakolósos? És én... Most ezt aktiváltuk, ez mit csinál? Mert én itt kezdtem. Itt kezdted? De gyógyulsz egyet. Juhú! Nagyon örülök, hogy neked jó. Neked is jó lesz mindjárt. Ja, mert nem. Ha kijátszod a életmentő szérumot. Őrületért könyvezni? Én csillagot. Csillagot. Jó, én támogattalak, én kapok egy lapot. De? Én nekem az a tervem, hogy először is szeretném elhasználni a mikroszkópot, hogy jól visszavegyek a dobópakliból ezt, és ez bekerül mindegy ötödik lapként ide nékem. Az azért elég fasza. Az azért elég fasza. És amíg még egy olyan helyen vagyunk, ahol nem baj, ha véletlenül felkerül extra kultista, én ott szeretnék keresgélni. Most van három lehetőségem húzni, én kettőt kérek belőle. Engem azt, hogy ezeket átnyújtsam. Egy ilyen, meg... Na jó. Bocsánat. Nem, én kérek elnézést.
Semmi baj. Dávid, én megtámogatlak még egy. Ne, hagyjál a szarjaiddal! Azt tudja, hogy levesz rólad két űrlet. És egy igazi mikroszkópot visszavettem. De akkor te kapsz egyet. Hát igen. Ő feláldozza magát, érted? Eldobtad az összes pajzsos dolgot? Igen, mert... Jó. Köszönöm szépen. És akkor megtámogatott engem Kaci. Eldobhatsz két őrületet. És eldobhatok két őrületet. Hát ez őrület! Segítség! Nagyon jó. Várjátok, én még el sem döntöttem semmit. Kaci, te még a körödben ledobod? Hát ledobhatom. Ledobjam? És várj, de csak így dobhatja le, ugye? Igen. Hát ott ahol amelyik helyszínen akarja majd. Hol akarsz harcolni, Kaci? Hát ezt kéne kitalálni. Szeretne valaki a eldobott lapéból valamit visszavenni jól, és kicserélni egy kezében lévő lappal? Hogy ezzel egyre előrébb tolja az iszonyatjelzőt. Nem. Nem. Nem, én most igazából jól vagyok, meg kell... Hol vagy? Hova megyek én most? Ide? Nekem az a kérdés, hogy hol oda jössz? Tudok megölni. Én ott meg tudom ölni az elsőt. Közelharcost, ha kapok egy... Nem is kell... De, egy szemet. Mert hogy van pajzsom, csápom, meg csillogom, úgyhogy nekem nem, én ide jövök, bocsánat, mert én itt két szemmel és a csillaggal, és három szemmel és a csillaggal. Tökéletlen, nem tudtok nekem adni két szemet. Annyira jó lenne. Én tudok adni neked egy tárgyat, ami az összes szemet ignorálja. Adjál már nekem egy olyan tárgyat, ami az összes szemet ignorálja. Nagyon jó az neked, mert akkor én nem tudom ezt megölni. Ezt is megölöm. Nekem van olyan lapom, mert tudnék gyógyulni egyet. Ráír az. Jó. Azért vannak kétes érzéseim ezzel kapcsolatban, mert én ezt csak azzal tudom megölni. Jogos. Jogos. És ha nem azt ölnéd meg, hanem... Hát, de az mondjuk sokkal fontosabb, hogy onnan eltűnjön kettő. Ja. Mint hogy innen eltűnjön ez, és legyen még egy csápom. De ez gyűjtsed csak a csápot. Nem vagyunk egy helyen, és egy helyen vagyunk, úgyhogy én büntetlenül és gond nélkül oda tudom neked adni a... Van, de melyik kéne neked inkább szerinted? A mikroszkóp, mert visszaveszel egy lapot. Hát azt én leszarom. Mint egy ötödik lapot a kis kezedbe, mint amit az én az előbb csináltam. Aha. Vagy a őrületér ignorálsz bolygót. Ugye ez azért fontos, mert csak két tárgyam lehet. Uh-huh. Van neked mindenképpen. Őrületér ignorálok bolygót. Hát a mikroszkóp, köszönöm. Jó. Mikroszkóp. Akkor ebben az esetben ő is egy picit meg fog halni. Mikroszkóp színpad. Várjál, hogyha én olyan kártyával támogatok valakit, ami az kaszt kártyám, igen, akkor nem jár az őrület, ugye? Így van. Ja. Esetleg valaki meg tudja duplázni a kocka értékét? Mert hogyha ő egy szemet veszel... Én saját magamnak, igen. Igen, ez a baj, hogy ezen kívül a Kaci, te kit fogsz megölni? Itt fogsz megölni, hát, ugye? Nekem ahhoz egy szem kell, hogy a legelsődöt meg tudjam ölni. Nincsen szemem. Hát, de egy kocka is jó. De én tudok adni szemet vagy csápot valakinek. Várjál. Bolygó, csillag... Bolygó, csillag, Elder Sign. Én itt tudok ölni egyet, az elsőt. Bolygó, csillag, Elder Sign. Aha. Én itt őt meg tudom ölni. Kacinak jár egy tudáskártya, és köszönjük szépen. Valóban. Nagyon szépen köszönjük. Az a baj, hogy tudtuk, hogy három fejlesztőt kéne hozni, hogy tudjuk szabályozni. Ennyien fértünk el az asztal körül. Melyiket vegyem el? Semmilyen. Én most fogok szerezni egy csillagot, úgyhogy tudok neked majd adni csillagot. Tehát én is egy csillagot. Ja nem, én egy szemet fogok. Kinél van a szem? Nálam. Nálad van a szem? Jep. Jó. Akkor... Majd valamikor a játék folyamán lehajintod. Így lesz. Egyik egy őrületére oda tudom mozogni utána. Én nagyon-nagyon meg akarok majd amúgy valakit támogatni.
Akkor felvegyem a... A magánéletedet azt hagyjuk a stream utánra, jó? Melyiket vegyem föl? Jó. De biztos, hogy nagyon örül neki, hogy ezt hallja. Jó. Nézi? Lehet. Jó. Jó. Én kiválasztottam... A csillagot. Az Elder Sign. Csillag? Jó. Elveszem a csillagot. Biztos, hogy mindegyiknek van egyébként valami neve, csak az Elder Sign tudjuk. Ez így van. Igen. Ami nálunk nem kellemetlen annyira, mint nálatok. De mindegy. Nem tudom, mi a gondolsz. Nagyon szuper. Ouch. Ezt elcsesztem. Mert ezt szeretem hallani. Van arra bármi esély, hogy ez a Joker, ez nem kell itt senkinek? Még nem biztos, mert egyelőre nem tudok kultistát ölni. És ezért akarok valakit vagy egy szemmel, vagy egy csáppal támogatni. De tudsz kultistát ölni. Melyiket? Hát, hogyha elveszed az Elder Sign-t, vagy elveszed a Jokert, akkor meg tudod ölni ezt. Átadhatom a támogatott társadnak a sejt. De te is azt akartod megölni. Vagy neked van lehetőséged másikat? Na, azt nézem. Van egy izgalmas ötletem. Na. Potom kettő őrületért. Mi baj történhet alapon? Szóval, én tudok adni egy szemet. Akkor te meg tudsz majd, tehát szemmel tudok támogatni egy olyat, hogy én átadhatok egy dobókockát, ami nem lehet újra dobni. Ami szomorú. Viszont utána tudok még egy olyat támogatni, hogy dobd újra háromszor a... Ha csak adsz nekem egy szemet, az bőven jó. Jó, hát az mennyire unalmas. Mert akkor én ezt meg tudom majd ölni, mert ott a szem. De én nem tudok csak úgy szemet adni. És akkor én elveszem minden a csem, ja. Nem, csak hogyha te adsz nekem szemet. Igen. Akkor nincs erre szükségem. Én tudok neked olyat adni, hogy lecserélhetsz két akciókártyát a kezedben. Ha az segít. Tudsz adni csak úgy szemet? Itt te is lesz az alatta. Igen, van nekem olyan támogatásom, ami ad neked szemet. Hát akkor adjál, és akkor majd kapsz jó kártyát, ami neked kell. Nekem is van olyan támogatásom, ami szemet ad. Kapsz egy szemet, húzok egy lapot. Csillag, megint. Jó, neked kell szem? Igen. Én megtámogassalak egy szemmel? Kérlek szépen, támogass meg egyel. Jó, én megtámogatlak téged egy szemmel. Köszönöm. Kapok egy őrület. Jó. Innentől kezdve én képes vagyok megölni ezt, hogyha elveszem majd a csápos dobók kell bárkinek a csápos dobókocka? Hát én még egyelőre nem csak semmit ebben a körben. Miért? Jó, hát én... Mert arra várok, hogy kiderüljön, hogy ki mit csinál, mert még tudok támogatni. Jó, én, hogyha ezt a Jokert használhatom, akkor meg tudom ölni ezt. Mert nekem nincsen szemem. Jó. Deket. Hallgatom, hogy kacin. Ne, most visszaváltottam a premierre, kérlek. Nagyon büszkén mondd bele ezt a kamerába. Hogy van két szemem? Hogy mi volt a vicc? Értitek, mert azt mondtam, hogy nincsen szemem, ami ehhez kellene. Jól lett, meg rám nézett, és azt mondtam, de kettő is van, fazen! Érzékeny szegény. Mókamester! Szóval... Ez most kínos. Az egész csatorna erről szól. Kínos, de nézhető. Jó. Ne érezd magad emiatt kellemetlenül. Hogy nem érzem. Remélem utómunkával lehet fehéríteni a vörös arcomat. Elfelejtettük mondani, hogy ez egy livestream. Tényleg? Akkor lesznek még itt meglepetések. Kell még bárkinek bármilyen. El tudok dobatni valakivel két kártyát, vagy hát ugye lecserélhetsz két kártyát. Hát az a baj, ennél jobbokat nagyon nem húzhatok. Én megcélzom őt, és hát hogyha megkaphatom a csápot, megcélzom őt. Hát vagy én tudok veled olyat, hogy neked adok egy támogatást, és akkor ha nem harcolsz ebben a körben, akkor eldobhatod az összes őrületjelződöt. Vagy az mikorai? Majd négyen? És az nem hülyeség. Neked? Ha eldobhatja. Nekem nem segít, neked segít. Mena nem őrülne meg. Mert mondjuk a következőben, mit tudom én, valami miatt ide két kristályt fosik a dildó, akkor... Jó, legyen. Ez egy szakcsolatban lehetett. De akkor megérte, hogy a topi támogatott engem, de jöhet. Akkor legyen ez? Igen. Végül is neked az ingyen. Tehát Kaci ad most Jolinak egy olyan támogatást, amivel eldobhatod az összes őrületedet. Várj, én nem húztam! Ha nem harcol. Nem fogok harcolni, majd akkor át fogok jönni erre a helyszínre, ahol nincs kultista. Vagy ide, és akkor gyógyulsz. De meg fogok gyógyulni teljesen.
Ja, az mondjuk azért izgalmas, mert ugye sérülsz, mert hogy nem harcoltál és maradt kultista, viszont úgy kezded a körülött, hogy gyógyulsz vissza egyet. Tehát ugyanúgy ott vagy, viszont egy helyen vagytok, tehát mondjuk tudtok tárgyat cserélni, order bármi. Jó, akkor ide jövök. Tehát ugyanott vagytok csak. Oké, akkor nekem megvan az akció. Végülis igazából még kijövünk, mert az előző körben megöltél kettőt, szóval... Jó, nekem van... Én húztam még egy extra csápot. Ha még ilyen nap majd kivágjátok. Én olyat tudok még, hogy megduplázhatok akciókártya szimbólumot valakinél. Az nem tudom segít-e. Akciókártya szimbólumot, tehát hogy kockát nem. Kockát nem. Jó. Akkor megtenni mindenki, hogy a támadásra... Ha ezt megteszed, akkor nem kell elhasználnom a szuperkártyót. Én megteszem. Nem kellett volna odaadnom sem. Csak nem kellett volna odaadnom sem. És akkor ezt megölhettem volna. Ez akkor ezt megölhetted volna. Akkor ne tegyem meg, akkor nem teszem nincs meg. Akkor... De, tedd meg, mert hát az nyilván sokkal jobb. Hogyha... Ha attól te előrébb vagy, de mit akarsz megölni? Hát én most ezekkel a kártyákkal... Lofas se? De ahhoz nekem kéne egy... Csak nem tettem le a jelölt. Ezt meg tudod ölni egy extra pajzsal. Ebbe egyeztünk meg, igaz, hogy ezt aktiváljuk. Igen, azt meg tudom ölni egy extra pajzsal. De, aktiváltuk. Mert aktiváltuk. Jó. Mert hogy megvan, van csápom, nem. Szemem, csillagom. De köszi. És akkor még egy pajzs kell nekem. Az és akkor van, ezt meg tudom ölni. Jó, ezt ad ide, légy szíves. Ugye most jól elvetszek egy két kockat is. De azzal nem, tehát nem vagyok bejebb két. Hát... Ja, a szem is megvan, akkor nem szóltam. Hát akkor tök jó. Ja, akkor ennyi? Aj, hogy mindenhol a szaros szemek vannak, és elrontottam a szemeket. Na, jó! Mindenki rátenni a célzóját, hogy lássuk, igen, hogy mi történik? Ez, ugye? Ti most így szemeket fogtok. Ti se harcoltok, és ti se harcoltok. Te harcolsz? De hogy nem, megöl kettőt. Ja, te ott megölsz kettőt. Nagyon jó. Férfi. Én nem... De most ezeket meg nem is használjuk? Hát én nem harcolok, nekem nem kell. Hát az egy szem... Kérem, hogy dicsekedjél még vele, hogy én csak lófeszél vagy? Én most hányat használhatok ebből fel? Amennyit akarok? Mindenki egyet elvesz, el kell vegyem. És ugye marad egy, hála neked, úgyhogy valaki... Mehetsz Norbi, mennyi? Jó, mindegy, nem tudok azzal se semmit csinálni, sajnos. Jó, mehet? Mehet. Jó, akkor a következő... Amelyet nem kell nektek, én ezt akkor elveszem, hogy nem használom. Ügyes! Asszos tagja van ennek a nyomozó csapatnak. Tudom. De most meg fog gyógyulni. És utána még hasznosabb lesz. Detective useless. Thank you. De ugye semmi baj, nincs ezzel. Az a legjobb, az én karakterem a harcos. Na, semmi baj. A gambler, a médium és, ja, pszichológus. És a pszichológus elintézi. Pszichológus. Igen, igen. Amíg a harcos csak... Hagyjuk már itt őrületre van, hogy mit tudnék itt tenni. Jó, oké, oké. Na, nagyon jó. Következő fázis, harc. Ott vagytok, ahol harcoltok? Nem, bocsánat, a mozgás. Én ide jövök harcolni, te ide jössz harcolni, Kaci pedig marad a seggén harcolni. Én is. Te... Mit csinálsz egész pontosan? Maradok ő is a seggében. Marad, meggyógyul. És én a maradok de a akkor te ide jössz? Ott vagyok. Mit csinál a Misty Mountain? Nem maradtam. A Misty Mountain trófeát ad. Várjál. Meg bóklászik. Magadhoz vehetsz egy tetszőleges trófeát a készletből, ezután léptesd előre egyel az iszonyatjelzőt. Az akciók minden nyomozó fordulónként csak egyszer használhatja. Uh-huh. Tehát igazából eljöttél volna ide, és egy őrületért mehettél volna tovább. Ugyanúgy meggyógyultál volna te, és... Te most nem. Miért léptél át oda? Ja nem, akkor nem azt mondtátok. Az nem lett volna nem jó. Nem mondtunk ilyet, maradjál itt. És majd készhez kapsz a trófeát, mozogtam még egyet, nem? Úgyhogy kapok egy... Nem. Azért... Hát én nem tudom, hogy honnan indultam. Ugye itt voltál, nem? Nem, én itt voltam eredetileg. Akkor igen, miért nem mozogsz? Oda. És miért mozogtál át oda? Ilyeneket sugaltatok. Egyesek, nem? De mindenki. Ne oda mozogjál, hanem ide, és jó ide. Mindegy, úgyis most megkapom a plusz mozgásért, de kigyógyulok belőle. Eldobom a Lucky Strike-ot, és akkor végképp. Csak hogy meg ne halljunk véletlen a végén. Nem tudunk meghalni.
De a szabály szerint, hogyha még egyet mozgok, és én oda mozogtam. Jó, akkor... De a szabály jogászkodj kell szépen. Jó, oké. Okay. Senki nem látta, nem váltotta oda. Jó, de plusz egyet lesz, mozogtál, négy őrültem vagy. Mi lesz, hogyha a chat, nekem, hogy a Jonathan jó, tudja. Nagyon jó. Hát Jonathan nem tudja, de ezt megszoktuk. Vegyek el egy tetszőleges trófeát? Hát vegyél egy tetszőleges trófeát. Jó, mi majd, majd csak a kör végén dobunk el véglegesen fejenként három lapot. Jézus, mi baj történt? Egyszer élünk. Jó. De hát az mindjárt be... Ja, nem. Jó, oké. Okay. Az ott rendben van. Egy picivel hasznosabb voltam. Így, igen. Jó. Azt, ezt akartuk, hogy legyen valami. Ami, amit úgymond csinálsz. Na. Úgymond. Akkor. Mehet a harc. Topi kezd. Jó, Topi. Jó. Akkor ebben az esetben... benéztem. Nem. Ugye... Ezért van a szemem, ezért van a pajzsom, ezért van a csápom, első meghalt. Ezért van a másikon az összes szemem, ezért a pajzsom, ott is mind jól meghalt. És akkor ez arra megy. Egy csillagot kapsz. És ki a néni? Te vagy a néni. Én vagyok a meg néni. Egy bolygót. Köszönöm. Nem, ez nem a... Én a másik ez néni a, én vagyok, a, ez a néni én vagyok. Egy csillagot kaptál meg egy bolygót. Zsíj, most zsíj. Ugye a Topinak azért jó, mert van két ugyanolyan trófeája, amivel akár dönthetne esetleg úgy is, hogy fejlődni akar. One for the team, megyünk zárni. One for the team, megyünk zárni. Egyébként mi lenne a második képesség ez? Minden forduló elején megnézhetek egy lefordított iszonyatkártyát. Elveszne a fan, hogy mit, milyen szopás. Sokat látni. Teljesen jogos, teljesen jogos. Ez egy, látni a jövőt, gondolkodni vele. Fos képesség. Nem szeretem az ilyet. Kaci, te vagy a következő. Én vagyok a következő. Én ahhoz felhasználok egy szemet, egy csillagot. Meg egy csápot. A pajzskockámat, meg egy csápot. Most az a kérdés, hogy melyiket használjam fel ebből. Az egyikkel azt tudom, hogy lecseréltethetem valakinek legfeljebb két akciókockáját, a másikkal meg azt tudom, hogy támogatod egy társasod harcát ennek a kártyának a szimbólumával, szóval egy csáppal, és azt valaki egy trófeával módosíthatja is. Ja, nem. Nem. Whatever. Ezt fogom megtartani, és ezt meg eldobom. Jó. És akkor ezt eldobom, meg elhasználom a kockámat, és akkor levertem azt a csókát, és akkor én egy szemet leverted őt, kapok. És egy szemet fogsz kapni. Itt van a kis célzókád. Vedd el a szemed. A hatalmas harc volt, gratulálunk. Én ott vagyok, én az utolsó vagyok, nem tudom miről beszélsz, még nem is én jövök. Jogos, bocsánat, egy utolsó vagy. Nekem ugye egy pajzs, egy csillag, illetve egy bolygó. Most, de most te instant meg is gyógyulsz. Felhasználásával. Illetve a csillag a másik bolygó. Ezt fogom... Illetve a csillag a másik bolygó. Így van. A Jolly. A Jolly. A Jolly Joker. Ezzel megölöm őt, és... Kaci, mit kapok érte? Kej, kutya... Kej! Istenem. Ez egy Destiny referencia, ami... Egy videójáték. Amiben nagyon-nagyon fontos volt, hogy megtanuljunk értelmesen kommunikálni egymással. Négy szimbólumot kellett bemondani, a csapatnak csak az egyik fele látta a szimbólumokat, a másik felének meg ugyanazokat a szimbólumokat kellett aktiválni egy másik helyszínen. Úgyhogy a csapat egyik tagjának be kellett mondani, hogy mi az a három szimbólum, amit látnak, lehetőleg úgy, hogy ne egyszerre mondják, mert akkor nem lehet érteni. A többiek meg lereagálták a túloldalon, és volt egy kehely, amit hívtunk kehelynek, cselisznek, bögrének, egy csomó mindennek. És aztán volt egy olyan, amikor azt mondták, a három szimbólum az úgy nézett ki, hogy kehely, kutya, és lett volna még a nem tudom, a harcos, meg a... A nap, meg a balta. Meg a balta. És akkor a cselisz, kehely. És ez volt, hogy cselisz, kutya, kehely. Jó, és mi a harmadik? Cselisz, kutya, kehely. Jó, de mi a harmadik? Nem érted, hogy cselisz, kutya, kehely. És így, jó, de a cselisz meg a kehely ugyanúgy, addigra már késő volt, addigra már rég meghaltunk, és újra kellett kezdeni. Kezdettük előről, de mindegy, ez nem számít. Megjújultam. Bodatág.
Nagyon jó! Betán rögtön szummonálta és a Pribót. Nézzük meg... Pribóval szerint Destinizik, azért nincs itt. Igen. Nézzük meg, hogy be tudunk-e zárni egy helyszínt is akár. Én nem érzem. Nem érzem valószínűleg, hogy ez megtörténik. Úgyhogy mehetünk is tovább a következő kultista fázisra. Jó. Kultista, igen? Tök jó, hogy nálad van ledobható bolygó, ugye? Igen. És bolygó helyszínen állsz. Te a csáppal fejlődtél, te vadállat. Igen. Ja, ezeket én visszaadom. Tessék. Nagyon kedves, köszönöm. El kell dobnunk 3 lapot véglegesen a paklónkból. Tényleg. Ezt a, még csak a húzóból, vagy a dobóval? Nem, mindent összeszedünk jól. A kezünkben lévőt is. Mindent. Hát ez remek. Akkor nagyon, nagyon mindegy volt, hogy mi az, ami megmarad a végén. Ez ilyen elvi. Ja, hogy neked se jutott eszedbe, hanem ott olvastad a cseten. Nem, nekem ezt nem bejött. De az egész Game Club néz. Igen? Melyikkel kicsoda? Kit ismersz fel? Senkit, csak... Csodálkoznék, hogyha ő megjegyezte volna ennyi idő alatt. De lehet, hogy megjegyezték a szabálymagyarázó videóból. Jaha, a 23-at, hogy ne az legyen, hogy... Ja, igen. Jó, a leghaszontalabb pont én. Egy. Gyere, Topin. Kettő. Ne azt. Ez, és ez lesz a legfölöslegesebb lap a világon. Oda fogom tenni én is azért. Megnézheted? 3 szem. Mit dobtál el? 2 csillag és egy bolygó? Ezt állok innen. Jó, köszönöm. Mi kibörmöltünk 2 csillagot és egy bolygót. 2 pajzsot már. Rakd fel felőre, mert összefog. 2 pajzs és egy szem halta meg magát. Nem vagyunk jól, de... Mi mindent megöltünk, ami létezik. Igen. Na, keverek rajta még egyet, és aztán a kultistánk az megy körbe 4. 1, 2, 3 és 4. Ami azt jelenti, hogy minden helyszínre érkezik egy kultista. Nem passzol. Dobjunk kockákkal. Nagyon jó. Még mindig biztok bennem? Tökre. Pedig... Majd a izét én dobom. Jó, dobhatod. Bízunk benned. Tunk. Jaj, nem kell. Mert hozzányúltál. Nem kell elég. Hozzá sem értem, Kaci. Hozzá sem értem. De igen. Hozzányúltál, már dobnakat és visszaraktad. Ja. Ne, még ott se értem hozzá egyébként. Ott húzunk fel 4 új lapot, igaz? Igen. Ennyi volt a kultista fázis. Vannak szemeim. Nagyon jól. Egyébként legalább visszakevertük. Nekem már az is valami, hogy legalább visszakevertük. Jó. Te olyan helyen állsz, ahol le tudsz dobni egy a bolygót Topinak, ugye? Nem. Még a földre. Azt majd ott tudok ledobni. Ja, az nem te vagy. Mert én guggolós vagyok. Rátmentem, egy idióta. Át kellett menni. Direkt mondtuk, hogy ne menjél át, de mindegy. Léptessük őt egyel. Hát jó. Nem, dobja a kockákkal. Jó, dobok a kockákkal. Sorba menjünk! Rengeteg csillag, erre nagy-nagy szükség lesz csillag. Valamiért. Csillag. Itt rengeteg csillag van, srácok. Tehát, hogy itt ezek a csillagok, ezek azok pont a csillagok. Jól jönnek oda. Igen. Lépünk terror. Krisztál. 2 óra alatt ment le 2 kör. Hú, akkor 3 kör, azt szeretném hozzátenni. Ez már a negyediknek az eleje. Az, hogy 9 óra van. Úgy fest. Wow. Kicsit elszórakoztunk közben. Jó, nem baj, megpörgetjük. A következő pedig az... Minden lefő. Ezt valaki meg tudja ölni? Az arcunk. Az 2 szem meg egy csillag? Én speciál pont meg tudom ölni, hogyha kapok egy pajzsot. Én tudok... Én ezt is meg tudom ölni. Én tudok adni egy szemet vagy egy csápot. Én ezt nagyon meg tudom ölni. Melyiket? Őt. Az van, igen. Hogy az jó, mert én meg tudom venni őt. Jó. Kell-e bárkinek szem vagy csáp? Nem.
Én tudok egyet ölni ott, ahol te vagy. Ott. Jó. Jó, nekem ehhez egy csillagra van szükségem. Tehát, hogy én azt tudom mondani, hogy ez így meghal. Tudok szimbólumot, kártyaszimbólumot duplázni. Ne. És ez egy nagyon jó. Te neked miből lesz? Te gyógyulsz egyet. Miből lesz pajzsod? Jó, te nem ott vagy. Ki van itt? Nekem miből lesz pajzsom? Kaci. Te gyógyultál egyet, Kaci. Ott indítottad a körödet. Hát... Ezt a mikroszkópot nem tudom, hogy mikor ezt érdemes felhasználni. Most az a baj, hogy nincs nagyon sok kártyám, nem is nagyon kell. Én tudok olyat, hogy ez azt tudja ez a lap, hogy megduplázom valakinek az egyik akciókártyának a szimbólumát, és aztán az ember továbbadhatja ezt a lapot egy gyűrületért valaki másnak. És annál is megduplázódhat. Neked van... Tehát kell-e valakinek ilyen duplázós? De hova akkor... tudsz menni ölni? Az van... Ezt egy őrületért meg tudom ölni. Tud valaki adni nekem egy szemet? Azt egy őrületért meg tudom ölni. Én attól tartok, hogy nem. Miért kell ezen duplázni bármit? Nem, csak a... Használom a könyvet, és akkor megállok rajta egy bolygót. Én tudok neked adni egy olyat, hogy de a támogatott társad az ellene harcoló kultista vagy vén egyik szimbólumát figyelmen kívül hagyhatja egy őrületért. Kell-e szó? Micsodát? Hogy figyelmen kívül hagyhatsz egy szimbólumot egy őrületért. Hogyha ez így van... Az egy az akár az összes? Tehát, hogy mondjuk azt mondom, hogy szemecske, és akkor egyik szimbólum. Egyik szimbólumát szerintem nem mind a kettőre vonatkozik. Ez ja, egy az a baj, hogy én mindenképp csak egyet tudok ölni. Nem baj, mert tök kevés kultista van lent. Jó. Szerintem. Akkor részemről ez így rendben van. Én megtámogatlak ezzel. De nekem ez nem kell. Ja, nem kell? Nem. Azt és te melyiket kell. Fogod megölni? Én ide raktam a... És ezt probléma és segítség nélkül meg tudom oldani. És akkor kapok még egy csápot. Meg az a baj, hogy erre a csápra is szükségem van. Jó. Én pont pajzsot kapok. Nem szeretem. Hát mutatok Ádámat, elveszem a bolygó kockát, ha az nem kell senkinek, és akkor meg se kell bibiződjek. Jó. Nekem nem gáz. Jó. Jó. Várjál? Semmi. Nekem egy pajzs lenne nagyon jó. Én tudok mi adni... Mi azt, hogy... Hát az a baj, hogy ha adok tudom. Neki egy támogatókártyát, akkor nem használhatja a szimbólumot? Csak hogyha azt írja a támogatás. Van olyan, ami azt mondja, hogy használtad a szimbólumot, de ez egy... Igen, az nem olyan. Én viszont tudok neked adni egy olyat, amit a Dave-nek is felajánlottam, hogy az nekem jó, hogy ignorálhatsz. Mert akkor... Olyat tudok adni, fönt, hogy újra dobhatsz egy kockát. Ott fönt, ahol a topi áll, ott én meg tudom ölni a felsőt, mert ahhoz nekem kell egy csáp, az van, egy bolygó, az van. Nem tudom, mert ahhoz is ezért kell. Ja, de ignorálhatom a pajzsot. Igen. Akkor meg tudom ölni az alsót, mert a szem, bolygó, csillag. És akkor itt van még pluszban ő. Akkor? Mert hogy kell csáp. Az a csáp is. Igen. Hát ugye meg a saját csápot is használtam, de akkor jobb azt használni. Nem, mert ahhoz is kell egy csáp. De a felsőt azt nem tudom megölni, csak az alsót ja, csak de a felsőt is meg tudod ölni. Távolsági fegyvered van. Igen, de ahhoz kéne pajzs is nekem, meg... de csápom is van. Csápod van, bolygód van. De két csáp kell, de az egyik meg kockából megvan. Jó, hát melyiket öljem meg, a közelit vagy a távolabbit? A közeli az pajzsot ad, nekem meg már van egy szemem, akkor lehet, hogy jobb, ha a távolabbit megölöm. Adok én neked akkor egy pajzsot. Adok én neked, szóljál. Kösz. Jó, akkor ezzel figyelmen kívül hagyhatom a pajzsot. Jó, rak rá a célzódat. Lerakom a célzódat. Húztam egy jó támogatás. Ez az? Arra, igen. És akkor ahhoz kell nekem egy... Itt egy csáp. Bolygó... Van olyan valaki? Bolygó, csáp... Csáp... És pajzs, figyelme kívül nyom is azok. Én téged nagyon meg szeretnélek támogatni. Azzal, hogy a támogatott társad egy őrületért kettőt kap a legyőzött kultista trófájából, és te olyat ölsz, ami kell az neked a nagyon, nagyon, nagyon
istentelenül, szexi, botrányosan kurva jó, mert valakinél még van egy csáp, aki, amit le tud dobni. Kaci, te egy őrületért hajlandó vagy átjönni ide? Utána? És ledobni előtte. A... Előtte. Előtte. Előtte? Hát bárhova átmegyek, persze. Mert hogyha itt ledobod, akkor én mielőtt bárhova megyek, felkapom azt a csápot. Ja, én most tudok is valaki ide, egyet gyógyítani. Felkapni, ez egyszerűen ott van. És akkor az, az majd bezáráskor tök jó helyen van. Ja. Jó van, nem kell, nem kell rögtön ordítani. Még a felkészülési fázis elején tudok is valakit egyet gyógyítani. A, nekem csak egy van. Mindenkinek. Az maradhat. Na akkor ki a kedvenc? Húha. Legyen itt a chatnek meg a... Gyerünk! A bugyit. Mi? Hát igen, a 20-as években még a kórházban egy kemény volt. Kemény volt. Hű, de nagy. Gogyogtattak a gyógyulásért. Jó. Mondom, jó, akkor gyógyítottam rajtad egyet. Nagyon szép, Kaci. Azt is mondom, hogy gulp, gulp. És mit csinálok? Átsétálok oda. A dildós oszlopos vagyok. Ledobom. Ledobom. Dildóval ebben a játékban. Átjössz ide. Ledobod itt a... Igen. A trófeát. És aztán visszamegyek, visszamegy oda, és kapok egy őrületet. Kapsz egy őrületet. Igen. Nagyon jó. Ez meg is történt. Én is átjövök akkor ide. És én is átjövök ide. Gondolom nem akartuk mozgatni most az iszonyat jelölőt. Tessék? Hogy azon a helyszínen. Vagy majd a Topi megcsinálja. Topi megcsinálja, az emulik. Ja, mert Topi, te ide támadsz. Topi oda támad, és Topi először ledobja egy csillagot, ott, hogy majd valaki majd ott szépen ödülje neki. Nagyon ügyes gondolat. Illetve azon gondolám, ki gyűjt egy csillagot? Én. Kaci. És neked van-e már ide belőle? Nincs. Kinek kellenek a szemek? Neked kellenek a szemek? Én szemes vagyok, igen. Jó, a, hol van a szem itt? Tudjuk, hogy lehet tolni egyet ezen, és akkor veszek még egy bolygót, hát akkor egyre közelebb vagyunk. Nem, szerintem nem. Hát akkor toljunk rajta egyet, és akkor... Csak ledobja valaki majd ott a bolygóját. Okay. Én majd... Ú, én le is teszem itt a bolygómat igazából. Ott akarom. És akkor megvan... A következő körben le tudod zárni a bolygónál lévő helyszínt. A, és nem kell kiüríteni? Nem kell, hogy ne legyen ott kultista? Hát ugye, ha van ott kultista, annyi őrületet kap, hány kultista van a pecsételéskor. Most épp nincs ott. És ugye a következő ja, körben nem fogja felkerülni. Nagyon csak jó. Hogyha, ha kutatunk ott, persze, és tűzünk. Vagyok, én csak ilyen helyre merek menni. Ja, jó. Szép munka. Nem baj, hát ott kitakarítunk neked, mielőtt bármi történik. Yes. Jó, mindenki tudja, hogy mit csinál. Igen. Akkor lépjük ezt le. Igen? Mindenki jó? Tudja? Mindenki jó tudja. Kaci, te indítod a kört azzal, hogy megölöd azt a kultistát. Mint a szél. Megölöm. Ezzel figyelmen kívül hagyok egy szimbólumot, az a pajzs, és akkor bolygó, csáp, meg még egy csáp. Nagyon jó. Vissza is adom. Köszönöm. Jó. Szerintem most már nagyon értik az emberek, úgyhogy nem kell ezt majd hoppá, hogy csak már nem kell ezt majd annyira túl magyarázni. Jó, de én nem értem. Attól kockám kétszer a képesség miatt. Thank you.
Drágáim, nagyon-nagyon sajnáljuk, természetesen kékhalt a gép, úgyhogy hamarosan lesz egy új streamer gépünk. Fel fogok tölteni a csatornára egy linkátot ebből, amiből kivágjuk a salangot, és a játék lesz csak benne. Ettől függetlenül ez a stream természetesen fent marad majd. Nagyon sajnáljuk, folytassuk a játékot, nagyon remélem, hogy több ilyennel nem kell majd megküzdenünk a játék során. Úgyhogy folytassuk, ugye ott tartottunk, hogy harc. Hogy én kijátszottam két csillagot a kockával, egy szemet, meg egy másik csillagot a lapjaimból, és akkor megöltem én ezt a kultistát, és kapok egy pajzsot. Nagyon jó. Tehát ez előre értem. Csúszik egyel. Én ezzel szemben a lapjaimat lokalizálom, én kijátszok oda kettő darab bolygót, illetve egy csillagot, és felhasználom innen az egyik csillagot, az ott is van, és ezzel megöltem ezt a kultistát. És kapok egy csápot, ami a második csápom már. És ott van még egy harmadik, már csak egy csápra van szükség, és be tudjuk zárni azt is. Akkor te is mondjál. Következő körbe, hogy csinálom, akkor majd, hogy ott ledobom majd a csápat. Nálad van egy csáp? Nem, de most lesz. Akkor te is kettő kaput. Yes! Jó, én pedig... Jaj, nem a szemem vagyok. Mi? Semmi. Végül nem vettem. Mi? Nem vettük el a harmadik bolygót. Honnan? Amikor léptettem ezért. Azt akkor adom, tessék. Nagyon jó. És akkor én jövök. Vagy... Te jössz. És bolygóval ütöm a bolygót, itt a csáp, itt a csillag, done. Nagyon jó. És akkor kapok egy csápocskát. Parancsolj, csáp. És itt van a csáp. Jó. Akkor az durva, hogy egy képességgel toljuk csak, és még senki nem fejlődött másodikat. Fog kelleni a győzelemhez. Az nagyon jó. Igen. Na, a harcfázis megvolt, zárni nem tudunk, viszont a következő körben már nagyon jó eséllyel fogunk tudni zárni. Ami azért szerintem elég fasz, a kettőt is be fogunk tudni zárni. Úgy kéne majd következő körben, hogy például ezt el akarod használni, vagy le akarod dobni? Nem, hát ledobom. Én most a ceiling locationnél én léphetek? Nem. Nem. Ilyenkor már nem lehet már lépni nem. Egyáltalán. Ilyenkor most vagy szílelünk, vagy pedig folytatódik a következő kör. Folytatódik akkor a következő kör. A következő kör első lépése az, hogy lép a fantasztikus kultista jelölő négyet. A másik irányba. Ja. Lesporoltam négy lépéseket. Lesporoltam a lépéseket. Hogy gondolkodtam. Ne csináld ezt, Dávid. Jó, marad. Ott három kultista van, ott ölnünk kéne majd. Ott én ölhetek. Már csak azért is, mert ha én ide jövök ölni, akkor, és meg tudom ölni őt, akkor megkapom az utolsót, ami a szívem lopése. De akkor nem zársz. Itt kéne ölj. Van kettőd. És neki van egy ilyen. Ha megölöd ő, azt ad... Sőt, én ugye le fogom dobni egy csápot, hogyha kell. Ja, te ledobsz ott, de itt már van egy csáp, és akkor ha ledobod azt is, akkor én azt be tudom zárni. Pont így. Nice. De ettől függetlenül tele kell majd valaki kenni. Én majd megyek oda harcolni szerintem. Zsír. És meg fogok szerintem csinálni egy olyat, hogy itt majd felfog. Jó, menjünk végig a több a szakaszokon. Menjünk végig a szakaszokon. Igen. Jó, kultisták leszpawnoltak dobokadályokkal. Elmegy úgy intézeld meg. Mondjuk annak mindegy, de... Nagyon. Jó. Egy blanket sikerült dobni. És az előző kör végén szerintem megint elfelejtettünk azt, hogy hármat ki kell dobni. Nem, az megtörtént. Az csak egyszer. Na, hát azért... Jó. Megvannak ők, dobok a saját kockáinkkal. Na. Ez most nem sikerült annyira rosszul. És egészítünk négyre, ugye? Egészítünk négyre, az nekem hármat jelent. Várjál. Hármat jelent, kellene nekem pajzs. Nekem kelleni fog pajzs, úgyhogy... Ez a kettő maradt az előzőn is. Egy, kettő. Tudjunk ott valamit ölni, lépci. Jó, várjál, csáp, szem. Csillagra. Én ott egyet fixen tudok ölni. Nálam van egy olyan kártya, amivel lecserélhettek két lapot. Jó, én gyógyít csak rajtad. Lépci. Akkor... Most köszönöm. Parancsolj. Ja, én itt gyógyulok egyet, meg te
Te is, mert nem, ki a kutyás? Én, de én nem, neked nekem nem kell. Én viszont ezt adadom. Jó, én ugye mindenképpen ide fogok jönni. A nekem sajnos ahhoz, hogy én ott még ölni is tudjak, ahhoz szükségem van egy bolygóra és két szemre. Hát az sok. Ha én kapnék egy pajzsot. Ez visszakerült. Hol vagy te? Én? Itt. Nem, te a fizikailag. Ja, fizikailag itt. Mert ugye te át fogsz szaladni. Én adom neked adni az őrület. De mi nem egy helyen vagyunk. Hát igen, de én ott át fogsz szaladni. Tehát ha te előbb oda, akkor én jól a kezedbe tudom nyomni az őrület könyvecskét. Ami? Bolygóz. Ami azt jelenti, hogy minden bolygóért, amit negálsz, kapsz egy őrületet. Viszont azt mondod, hogy hát akkor nekem két bolygó ki van ütve, két őrületért. Igen, igazából nem a bolygó az egy probléma. Két szemre van ott szükségem. Olyat tudok, hogy akciókártyát tudok megduplázni. Igen, de ugye én két, tehát hogy a bolygót és egy szemet, azt ki tudok ezzel ütni. Esetleg azt tudnám csinálni, hogy én kijátszom a mikroszkópot, és húzok egy lapot, és imádkozom, hogy az legyen. Hát illetve át tudok adni neked dobókockát. Én nekem nem fog kell egy dobókocka, úgyhogy van két jolly kockád. Ja, csak nem tudom, hogy megéri-e ennyit elcseszni. Én nekem viszont, hogyha olyat tudnál csinálni, az nagyon jó lenne. Na. Mert hogyha át tudnád adni nekem a pajzsdobókockát, én meg egy jokert elhasználni, akkor meg tudom ölni ezt a kettő kultistát. Hát ez kurva jó. Jó, jelenleg úgy állunk, hogy nekem erre a kettőre mindenképp szükségem van. Én kijátszom a mikroszkópot, jó? És jó. Akkor egy ötödiket húzok. Ezt nem húzod, azt választod a dobópakliból. De nincs dobópaklim. Akkor ezt mégsem játszom ki. Szép. Ezt csillag, szemre fordítom. Ugye, amikor elveszem. A Jokert, amikor elveszed, azt forgasd arra a szimbólumra, amire használni szeretnéd. Jó, ez még egyáltalán nem biztos. Ja, én biztos lehetettem a sajátom. Jó. És nekem is oda kéne menni a szemhez. És én, nekem egy... Van egy csápom. Szóval egy csáppal, meg egy pajzsal. Neked csak egy kocka kell most? Én nekem majd egy pajzs kocka nagyon jól jönne, még ha a Topi nekem adja kell a képességével. Uh-huh. Ugye van még egy csúcs. Én tudok adni szemet vagy csápot valakinek. Szemet vagy csápot? Aha. Nekem a csáp, az jó lenne, mert akkor én a csáp, meg a Jokert felhasználom pajzsnak, és akkor én meg tudom ölni a másodikat, és akkor ott kipucolnánk mind a három. Ezt? Nem? Ott, azt. Ott. Aha. Jó. Nekem tud valaki adni szemet, vagy bolygót? Én gyógyítani tudok, mint a szar. Te oda tudod nekem adni azt, amivel ignorálhatom a bolygót, ugye? Mhm. Uh-huh. Jó. Van szó. Ha azt oda tudod adni, akkor én azt meg tudom ölni úgy, hogy a két Joker, a két szem, és van a bolygót ignorálom, és van egy pajzsom, meg egy csápom. Csápod. Jó. Aha, és valakinek tudok adni egy szemet vagy egy csápot. Kinek kell a szem? Nekem csáp kell. Jó, akkor csináljuk azt, hogy én ezzel támogatlak téged. Húzhatsz egy új lapot. Várjál? Az nem igen, az én képességem. Ezért igen. Várjál. És akkor mi marad neked, mi kell, milyen kocka kell még neked bentről, Joni? Én nekem a pajzs. Pajzs. Szóval nekem ezt egy bolygóm lesz, az nem tudok mit topi csinálni. Topi adja nekem képességgel. Várjál, akkor viszont, ja nem, mert csak a bolygókat, a pajzsokat ignorálhatom. Igazából tudok egy olyan varázslatot tenni, te érted, hogy újra dobhatod a nyomozókockát háromszor. Uh-huh. Annélkül, hogy ez őrületedbe kerülne. Nekem kerül majd egybe. Ez ilyen... Vagy összejön, vagy nem, de hát miért is nem. De Kacinak kell dobnia. Lehet nem rossz. Megpróbálom. Jó. Akkor kapsz egy ilyen dolgot, azt én akkor jól behúzom. Nem tudom. Mi kell nekem ahhoz, hogy a másodikot megöljem? Kettő csáp, egy pajzs és egy csáp. Három csáp. Wow. Kaci, az sehogy nem jön ki. De te tudsz... De mert te adtál egy csápot, meg nekem van egy csápom. Az két csáp. De három csepp kell. És a pajzs még mindig bafos. És a pajzsot sincs meg. Igen, mert... Meg hol a két szemed? Milyen két szem? Ezt a kettőt én azt nem meg. Joni öli meg. Ja, azokat Joni öli. Jó, rakjuk rá, hogy legyen ez egyértelmű. Kérlek, támogass meg a kockáddal.
Topi. Jó, meg vagy támogatva, kapod egy bibit, te jól elveszel egy kocekot. Jó, akkor, akkor így nem jó. Én tudok valakit úgy támogatni, hogy nem, nem két akciókártyát, vagy nem, bocsánat, két akciókártyáját lecserélheti a kezében. Én csak annyit szeretnék bezavarni, hogy a Topi támogatása miatt ő lépett egyet. De az az üres kártya. Nem megy én. Azt mondja, hogy léptesd egyel, az iszonyat jelzik. Körbeértünk, aktiválhatunk. Igen, igen, igen. Igen, 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 igen. Akkor a... Van most olyan, amivel tudunk, ami nagyot segít? Valamivel tudtunk ignorálni dolgot. Ővel a kultistát pakolunk. Ővel leveszünk le talán... Azzal ki tudunk választani valamit a húzópakliból. Igen. Ezzel pedig iszonyat kristályokat vehetünk le. Lehet, hogy most az lenne. Az iszonyat kristály levétel az elég hasznos lenne. Jó, mit tudsz adni, Dávid? Az két lapot eldobhatok? Két lapot lecserélhetsz. Nekem biztos, hogy kell egy csáp, meg még egy csáp. És emellé kéne egy harmadik csáp, meg egy pajzs. Hát akkor eldobok két kártyát. Az vagy ezekkel jól lehetne gyógyulni, de mindegy. Eldobok két kártyát. Én betámogatlak, megőrülök még jobban. Húztam egy pajzsot, ezzel már ugye meg egy üreset. Fogsz kapni egy bibit. Hát az legyen. Három őrület, van, és aztán utána én kettőt le tudok venni. Ez most de a topéval, ez az három szörnyekre dobom. Az Preparation Phase-ben használod. Tehát addig nem tudsz gyógyítani. Tehát ezt most újra kell dobnom, ezt a kockát. És gondolod, jó. Hogy jön, miért kaphatok egy őrületet valamiért? Vagy egy Jokert. Vagy egy Jokert. Csak négyben álljunk, mert... Egy? Egyből semmi. Kettő. Mire van szükséged? Csápra vagy Jokerre. Ez egy csáp lesz. Nem. Őrületén újra dobhatod még. Nekem jól jön a szem. Megvan a Jokered. Mert akkor én tudom használni a szemet. Szerinted ez off? Szerintem ez már borderline. Ez nagyon. De... ez te már... vagy a főnök. Én. Ez a borderline csalás. Hát még annyit tudok tenni az ügy érdekében, Kaci, hogy még egyet betámogatlak, és akkor ezt újra dobhatod. Vagy vedd ki a csápot a dobópaklitból. Vagy vegyél ki egy csápot a dobópaklitból, úgyhogy eldobsz helyett egy olyan kártyát, ami éppen nem kell. Ugye az már három őrület. Illetve hát várjál neked, melyik a négy kártyád, ami előtted van? Ez a kettő, meg ez a kettő. Ja. Ez abból a üres szimbólumosat eldobod, és kiválasztasz a dobópaklit. Van dobópaklit? Van. És van is benne csáp. Ennyi. Hát akkor... Jó, de akkor neked három őrületed van. De nektek vannak ilyen tárgyalók, jó, de akkor nem a... Őt, nem? Akkor nem... Nem ezt dobom el, hanem ezt dobom el a bolygósra. Nem tudom, hogy a heroin függőségem hogy fog ezen a helyzeten segíteni, ahelyett, hogy megértőbbé tesz a helyzetünket illetően. És akkor kiveszem a csápot, és akkor azzal megvagyok, és ezzel megtámadlak én téged, ez meg azt tudja, hogy a forduló végig egyáltalán több őrületet képes elhordozni, és a forduló végén egy őrületet eldobhat. Yes! Jó. Ez két csáj. Jó. És te nem kapsz érte? Nem, mert csillagos. Nem, mert csillagos. Csak nem húzol helyre lapot. És akkor elvileg megvan neked is. Ú, de jó. Jó, akkor azt add át. Hát. Szóval kellene néked a könyv, vagy nem kellene néked a könyv? Ahhoz, hogy ott nyerjek? Mm. Kell. Kell. Jó. Akkor te mozogj először. Én mozgok először, ugye? Mhm. Én ide jövök. Célkereszt. Ah, majd. Jó. Igen. Én akkor átjövök ide. Átadom a könyvet. Köszönöm. Adj nekem egy tárgyat, mert... Aki ott van. Visszakapod. Zsírt, nem akarja aktiválni. És kapok még egy bibit, amiért elmegyek akkor... Igen, ja, bocsánat, nem. Mert mozdulat előtt. Ez mozdulat előtt volt, mindenki látta. Igen. Igen, és akkor utána átlépek oda. Jó. Én egy olyat szeretném gyorsan kérdezni, hogy akar-e valaki, igazából szeretné-e ezt a helyszínt aktiválni, hogy innen levegyünk egy kristályt, hogy ez ne forduljon fel, mert én szeretnék itt egy plusz tokent szerezni. Hát mindenképpen, akkor gondolom.
És ez mit ad? Attól... Szemet fogok kérni egyet. Attól mi történik? Valami bűnti mindig van. Lép egyet az iszonyat jelölő. Nem jön fel egy kultista. Jön fel egy kultista. Hogyha olyat dobunk. Nem muszáj mondjuk, mert igazából... Hát az azért gáz, mert ha szemet dobunk, akkor... Jó, hagyjuk, ráér. Igen. Nem, ilyesmi. Viszont az mindenképpen fel fog akkor jönni a következő körben. Melyik? Én átmozgok ide. Ez biztos. Ez. Tehát ide fog lépni a terror jelző. A terror kártya, az fel. Hát, azt most szopjuk be, hát jó. Most ez van. Jó. Én mozogtam. Te is? Én is mozogtam. Én most mozgok. Kocsi. Oh. Támogató társad egy őrületért levelt egy iszonyat kristályt bármelyik iszonyat kártyáról. Ez az akció csak körülként egyszeret végre. Őrületért? Viszont mindketten kapunk őrületet, tehát akkor nagyon top. Nem, te ezt nem teheted most meg. Nem tehetem. Nem, mert egyel többet elviselhetsz. Igen, most megtehetem, mert akkor... Egyel többet elviselhetsz, viszont akkor le kéne venned magadról. Tehát akkor, de hogy egyet gyógyulhatsz. Azt visszaesek akkor majd 4-re. Ott kezdem a körömet, visszaesek 3-ra. És ott kezded a körödet? Hát ott kezdem a körömet. Ja, mert az te vagy. Az van én. Jó. Úgyhogy akkor valaki ki tud bevállalni most egy bibit? Én is. Nekem jó, de én legyógyulom, én legyógyulom az összeset most. Ja, jó. Akkor... Jó, én bevállalom a gyógyit. Jó, én meg akkor ledobjam ott a két szemet. És leveszem ezt a kristályt. Most szemben állsz? Ledobod ott, ahol vagyok? Igen. Alakul. Ott kettő szemet lekerült. Kettő szemet. Megszerezhettem volna ezt a szemet, most már mindegy. Melyik szemet? Hogy itt egy iszonyat mozgatás. De azért megöl. Ja, nem az volt. Hát igazából én bemerek vállalni két sebzést, egyet oda sétálok, meg egyet vissza. Igen. És akkor egyet azt léptetjük oda. Most ez a legkisebb rossz, ez tényleg megtörténhet következő körbe, de akkor legalább le tudom pecsételni. De miért hova rakjuk az őrület kristályt? Azt én kapom. Ja, de nem, a terror kristályt, azt hova rakjuk? Hát most sehova. Most majd oda, majd a következő körbe. Ja, igen. Nem. Onnan levetünk. Tehát hogyha én azt mondom, hogy szeretnék innen egy trófeát kérni. Igen, akkor lép egyet ő. Igen. Viszont akkor le tudom pecsételni. Igen, és akkor hármat lepecsételünk egy ami körben. Az azért elég lenne. Kurva jó. Jó. Csináljuk meg. Átlépsz. Sérülést. Hol vagy? Te vagy a... Kettő? Igen. Te vagy a Glory Holos. Ez most túl van húzva. Jaj, de meg kellett kockáztatni, csak meg kellett ezt kockáztatni, nem? Ez megy oda, nem érem el. Jó, igen, és akkor az kettő. Az a baj, hogy itt is betellik, és itt is betellik a következő körben. Hát megpróbálunk még leszedni. Mindegy, hármat bezárunk, kettő marad. Az azért kurva. Jó, akkor a következő az, hogy mindenki helyreállt. Fájtoljuk le. Első körben te fájtolsz, te nem fájtolsz. Nem. Viszont gyógyulsz egyet? Még nem. Ja, csak a végén. Utána én fájtolok, én egy finkfügyhere vagyok egyébként, mert hogy nem nagyon tudok mit... Nem vettem az ötödiket, igen. Nem tudok nagyon mit csinálni. Én ehhez a fájthoz összesen egy tárgyal járulok hozzá, amivel ignorálom a vizet. Viszont, de nem, azt nem felhasználod. Kapsz egyet, amiért egyet ignorálsz. Nekem mindenképp legyógyulom ezt most, az nem gáz. Akkor nem tud zárni. Ha nem hal meg mindkettő. Tehát ezt még a preparation phase-ban meglévő izédet kéne, őrületeidet kéne. Ja, hát akkor legyógyulom. Jó. Akkor legyógyulom először, persze. Egyet hagyd meg, igen. Mert egyet most visszarakod. Ja, egyet most visszarakod, igen. Jó, akkor én ezeket, ezt megölöm, kapok még egy csápot. Azért, mert azt megöltem, és nem tudom, miért nem azt kaptam, teljesen mindegy. Utána az ég egyet a világon semmi nem történik. Én azóta, bocsi, oda vissza kellett sétáljak a másik körületen. Igen. Jó. Dobó. Akkor... Nem maradt lapom. Ja, mert nálad vannak támiba. Megkezdem. Jó, a következő, Kaci. Nekem ahhoz kell egy csáp, meg még egy csáp, meg egy igen. Harmadik csáp, meg egy bolygó. A másodikat fogom megölni. Aha, nagyon szép. És kapsz egy csillagot. Ezt visszadom neked. Köszönöm, meg még egyet adsz nekem. Kettővel támogattalak téged. Ezt meg visszadom a topin. Jaj.
A legjobb helyre. Innen a legkönnyebb felvenni. Amúgy ott így van egy ilyen szívóerő a tárnál. Igen, igen, igen. Ez ilyen feature. Direkt. Ez nem bug, ez feature. Jó. Az elsőt megölöm, ugye a kockám az kettő szemnek számít. Van egy csillagom, meg egy csápom, úgyhogy az ott halott. Megölted mind a kettőt. És a másikat is megölöm, ugye az került pajzsba. Itt vannak a célzóid. Kapsz egy bolygót és egy csápot. Topi. És az egybe. Egy bolygót és egy csápot kapok. Nagyon vegyes felhozatom van. Én mit kaptam? Azt ide dobtad? Te ölted meg azt, amelyeknek ilyen csápja volt, igaz? Igen. Hát nem, egy csillagot kaptál. Igen. Parancsolj. Köszönöm. Jó, te akkor megkaptad a csápodat, megkaptad... Hú, a következő körben be tudod zárni ezt már mindenképpen. Na, ott van egy, uh-huh. Ott maximum elkérsz egyet egy terror lépésért. Uraim. És be van zárva a következő négy kapu. Talán. Jó. Valakinek kell egyet fejlődni. Megtörténtek a harcok. Meg. Hm? Úgyhogy szépen sorba elkezdünk kapukat szílelni. Ceiling locations. Hát én akkor ezt a maradék hármat azt akkor beadom. Ezt ide beadod. The stars are right. Nem kell őrületet se fizetned érte, mert ez megtörtént. Szép munka. Yes, yes, yes. Mi a slow clap? Nem, mi van clappelünk. Ja, jó. Nagyon szép. Ők már teljesen egymásra vannak hangolódva. Ennyi. Igen. Burgonya. Shoot complete. Én a két... Furák, én se értem. Jó. Nekem három csápom van egyébként, de kettőt most fel fogok használni arra, hogy bezárjam ezt a kaput is. Kérem szépen a csáp kaput. Melyik az? A csápzárat. Csápzár. Uh-huh. Szép munka. Még egy kapu bezárva, az két kapu bezárva. Öcsi pók, öcsi sajt. Te jössz. Az pont én vagyok. Van két szemecském, van ott még kettő szemecske, az pont négy szemecske. És bezártuk a szemes kaput. Ó, de azt nem ide rakod. Ezek börnölődnek. Ja, ups. Tanuld meg a játékot. Az emberek talán még ilyen kurvajok még talán sose nem voltak. Nagyon ritkán. Látjátok? Így drukkoljatok. Így drukkoljatok. Team Detectives. Team fucking Detectives. Jó? Ennek kell trendingelni a cseten, nem másnak. Gyerekek! Jó, bezártunk három kaput egy körben, én ezzel elégedettebb vagyok, mint szüleim velem vannak. Jó, lép a kultista. Igen. Elép egészen ideig. Egy. Gyógyultam egyet a körben, gyógyulok egyet a kör elején. Három. A kör elején is? Aztán mert azért majd az a fázisnál. Ja, mert a támogatásért gyógyult el egyet a végén, igen, és gyógyult el egyet az elején. Az azért elég jó, viszont a három az még mindig elég komoly szopónak tűnik. Majd én meggyógyulom. De nem lesz baj. Jó. Jó. A felkészülési fázisban. Mondom, hogy a felkészülési fázisban Jonathan, hát hihetetlen. Mindenki odafigyeljen. Jó. Ne fogjon el ez a pakli. Akkor az még két körünk van? Egy. Ezen kívül egy egész még van, tehát kettő? Jó, mert ebben a körben akkor bezárunk még egy kaput. Igen. Hm? Ezen a körben bezárjuk a csillagot? Hát nálam van egy csillag, ott van egy csillag. Csillag. Kérsz még egy csillagot a terrorért. Igen, tehát használom a Misty Mountain. Igen. És az három. Jó, most iszonyatosan be tudjuk szó... Egy van. Egy van nála. Jó. Nem tudom, még itt a kettő van nálad. Valaki tud-e fejlődni majd ebbe a körbe? Én csak akkor, hogyha valaki ad egy csápot, mert akkor tudom. Nem. Viszont mi dobáltunk egy kártyát. Hát vagy valaki itt vesz egy szimbólumot, és utána fejlődik rögtön egyet. Van-e nekünk jó, várjál, én mielőtt ezt megcsinálom, még megnézem, hogy mi kell nekem. Dobjunk meg ezeket. Azt mindenki... Megdobom ezeket. Jó. Semmi. Ez nagyon egy jó. Csáp. Ez egy csáp. Ez egy semmi. És ez is egy semmi. Vagy egy szem. Szó. Pedig én mondtam neki, hogy én igyekszem. De félreértette. Ezt eldobom. Ó! Ó!
happen what? Oké, okay, én valaki tudni fog fejlődni, kinél van egy szem. Na, van egy szem. Nálad van egy szem? Ja, ezért nincs. Semmi az baj. Pont az kellett volna. Igen, várjál, meg van akinél van csáp? Nincs. Nálam nincs. Van. Nálad van egy csáp? Van. Mert akkor én tudlak úgy támogatni, hogy átadok neked egyet a sajátjaim közül. Jó. És akkor te baszóbb leszel egyel. Az azért is jó, mert kapok majd két dinamitot. Nagyon jó. Nagyon jó, akkor, okay. Akkor ezt fogjuk majd csinálni, én egészítek, és akkor ezt megtartom. És arany kezeidre szeretném bízni a öt dobókockát. Hát ez egy jó nagy kalapfos, amit húztam, de majd dobok helyette jó. Én tudok lehet, hogy valaki két trófeát kapjam. Az is jó. Mert akkor olyan kéne, ez három bolygó és két pajzsos. Joker. Ne, ezt meg nem tudod adni. Várj, lehet, hogy tudok neked nagyot adni. A Jokerre büszke vagyok, a három bolygó az nem nagyon fog kelleni. Sőt, tehát a legszarabb, amit dobhattam volna, kivéve itt. Jó. Én majd tudok adni műzéset. Ezt meg tudom ölni. Ezt. Az mondjuk azért jó, mert akkor amúgy idejövök, és egyet tudok a terrorjelzőn, kérek egy csillagot, azt ledobom, és akkor megvan a... Bocsánat, a terrornak lépnie kéne. Úgyhogy ez majd most ez itt table flippel. Jó, az is fog aktiválódni. Az is aktiválódni fog. Minden nyomozó elvesz így egyet, amíg fel nem használt trófeái közül. A bolygót fogunk felhasználni, eldobni. Hát ez még mindig jobb, mintha minden nyomozó kapott volna egy őrületet. Jó, akkor a szemet bezártuk? Igen, azt bezártuk. Akkor eldobom a szemet. Jó. Mert akkor ez már valójában szemét, nem? Így van. És akkor ez meg... Hát én eldobtam egy csillagot. És neked kéne bezárni a csillagot. Mert csak csillag volt. Oké. Tulajdonképpen az előbb úgy volt, hogy mindjárt zárunk, most úgy vagyunk, hogy nincs. Meg az a baj, hogy a pajzsol is fosolálunk, nem? Van nekem egy. Megpróbálom ezt megölni, valahogy kitalálom, hogy hol. Ja, de a pajzsot még fel sem vettük, tehát hogy neked még egyet kell fel... Jó, igen. Azt mondtad, hogy adsz nekem egy adok egyet, és akkor tudsz fejlődni. Így igen. Van. Én meg tudom ölni tökény... Ja nem, azt nem tudom, mert a dinamittal nem tudom meg a trófea. Egyel többet. Akkor nem kapsz. Ezt meg kell ölni. Mit kell megölni? Őt. És hogy adjon pajzsot. Vagy őt, hogy adjon pajzsot. Vagy őt, hogy adjon pajzsot. Pajzsokra lesz szükség, ez tény. Tehát így négyre. Meg csillagokra. Jó, én... Mi? Húha. Várjál. Átadhatok saját trófeim közül. Jó. Én őt meg tudom ölni. Temetes. Tehát, hogyha ezt ki tudjuk... Ó! Meg tudok támogatni egy olyat is, hogy ha a támogatott társad kultistát öl a fordulóban, dobjon egy kultista kockával, a kidobott szimbólumot megkapja bónusz trófeaként. Jó. Ha üres oldal dob, nem kap bónuszt. Na, most a prep phase elején vagyunk, ugye? Igen. Most te gyógyulsz? Mikor gyógyulsz? Prep phase elején gyógyulok. Jó. Igen. Meg én is gyógyítok rajtad egyet. Tehát topja a kedvenced. Tulajdonképpen igen. Ez egy harc maradt közöttünk. Amíg mi egy helyen vagyunk, addig adok neked egy ilyet. Jó, köszönöm. Ezt most használj már? Nem. Hát nem pedig nekem most. Kell most feltétlenül. Én ezt akkor... gyógyulós. Kérsz érte egy könyvet? Vagy hát egy figyelj, ha neked nem fér el, akkor ha adsz nekem valamit, akkor én örülök neki. Hát nem tudom, lehet, hogy harchoz fogja nekem kelleni csillag. Különben nincs csillagom. Én egy ilyet szeretnék. Én tudok adni egy csillagot. Ha neked. Arról le tudunk venni egyet, mert én hogyha elhasználom a mikroszkópot, ezt vissza tudom venni, meg tudok valakit támogatni, amiért egy őrületért, úgyhogy mindketten beszopunk egy őrületet. Bocsánat, várjál. Hol a pajzs? Azon van pajzs. Aha, várjál. Ő rajta is van szem, pajzs. Szem, pajzs, csillag. Én tudok olyat támogatni, hogy egy kultistából plusz egy trófeát kapsz. Igen? Hát akkor azt a pajzsra kellene. Azt a pajzsra kellene. Igen, igen. Én legegyszerűbben talán ezt tudom megölni. Én egyedül azt tudom megölni. Egyedül azt tudod megölni? Jajaj. Jó, én meg tudom ölni ezt, és ahhoz nekem csak... A háromból?
számoljuk újra, hogy ez a legjobb választás. Szép munka, Dávid. Jól van, mert... hát igen. Ez a szomorú helyzet. Ez jó, de ezt csak három kockából tudnám megölni. Vagy négyből. Ez négyből. Én adok valakinek egy csápot. Mit szóltok? Én tudok adni valakinek egy csillagot, pajzsot vagy bolygót, meg... Csillagot kérek szépen akkor. Az a baj, hogy én most, ha támogatok hármat... Ha támogatsz rajtam egyet, én meg tudom ölni ezt, és a csak mit? A csillag kell? Igen, egy csillagra van szükségem, és elvennék egy Jokert, hogy meglegyen a szemem is. Jó, itt van a csillagod. Jó. Örület. Baj van. Azért, mert én itt ugye még megtámogatlak téged, hogy ha kultistát ölsz, akkor egyel több, akkor kidobhatod a trófeát. Ez nekem ingyen van, nem jár őrülettel. Illetve... Mi az, hogy kidobhatja a trófeát? Dobhatok egyet a kultista kockával a póttal, és ami szimbólobot dobok, azt megkapom. De nekem arra támogatásra van szükségem. Ezt nem tudom odaadni. Nem tudod odaadni. Mert akkor ezt nem tudom megcsinálni. És én ezt, még mielőtt ezt mielőtt ideadod? Tehát az lenne a legfontosabb, hogy nem az, hogy kapjak tőled egy csápot, hogy tudjak fejlődni. Az csinál dolgot. Nem para. Először, hadd szedjem le azt a K-kristályt, az borzasztó. Akkor ezt eldobom, ezért én ezt visszaveszem, és szerintem téged támogatlak jól meg. Uh-huh. Mind a ketten besebződünk. Várjál, de akkor én ezt nem kaptam meg, ugye? Nem. Nem. Mindketten besebződünk egyet-egyet. Viszont cserébe, te akkor ezt leveszed. Igen. Ja. És akkor ez legalább akkor nem robban kövkörben. Ez nem robban kövkörben. Jó. Egy másodperc, nem találom azt a kártyát, ami... És akkor fel tudunk venni két csillagot. Akkor mert én ugye ezt akarom megölni, mert jó, én ezt tudom. Én ezt odaadom. Tehát úgy odajönnék. Uh-huh. És akkor köszönöm. Jövök, bocsánat. Léptetem a vackot, lerakom a csillagot, te is lépteted a vackot, és kapsz egy csillagot, és akkor megvan. Le tudom zárni ebben a nem? fázisban, ha jól csináljuk a dolgot. Jó. Hát nem, mert az úgy még csak három. Bocsánat, én leraktam ezt a támogatást, ezzel átadok neked egy trófeát, és két ugyanolyanod van, és ezért tudsz majd fejlődni. Viszont ezt csillagot nem tudok adni neked. Még különben ezt nem tudom meg. Rájöttem, hogy nem kell csillagot adnod, mert van könyvem. Csillag ellen. Ja? Kurva jó. Úgyhogy igazából a szemre lesz majd szükségem. Jó. Kell a trófa duplázós neked? Igen. Nagyon szeretnélek megkérni rá. Viszont azért én kapok egy őrületet. Igen. Biztos? Az nem a... Te is kapsz egy őrületet. Ez a tied, nem? A gomb. Nem. A támogató... Én kapok őrületet. Ő is kap, mert ő támogatott vele, és én is fogok kapni. Igen. Mert... kettőt fogok kapni. Egy őrületért. Jó. Kérem szépen. Várjál. Ez akkor érvényes? Nem tudod bezárni harcol? Azt. De. De hát... Nincs volt a fiszt, ez most sem. Miért nem tudom? Azért, mert van két őrületet, kapsz még egy őrületet. De meg tudja gyógyítani magát. Kaptam tőle egy gyógyító stárgyat, amivel le fogom nullázni azonnal az őrületemet. Ezt akkor kapom meg, amikor a trófeákat felhasználom. Igen, szerintem szóval igen. Ezt még nem most. Úgyhogy azt fogom csinálni, hogy el fogok én jönni ide. Aha. Hogy kapjak egy pajzsot a helyszínből. És akkor lesz már két pajzsom. De a preparationben mozogsz? Igen. És utána át fog mozogni ide egy őrületért, az három őrület lesz rajtam, azokat fogom meggyógyulni. És utána azt majd megölöm, és akkor miattad azért kapok kettőt, és akkor elvileg van négy szimbólumom. Bocsánat, nekem akkor ezt most muszáj megölnöm? Nem kimondottam. Mert hogyha akkor kellenek a kockák, akkor whatever. Akkor lehet, hogy ott kéne, hogy van olyan, amit csillagot ad? Ezt kéne megölni akkor, hogy a csillagot tudjuk bezárni. Azt... Nekem ott van egy csápom, meg egy szemem, úgyhogy kell az a két pajzs. Én tudok adni egy pajzsot, és van, akkor egy Joker. Ha van legalább egy pajzsod, akkor meg tudod duplázni a szimbólumát. Az a baj, nekem egy sincs. Az ottani harcban. Én nekem én tudok adni egy pajzsot neki ezzel. Esetleg tudok adni, hogy átveszed. Nem, hogyha odamész megölni, csillagozni. Én nem tudom megölni azt, mert fel kell használnom. Nekem az kell egy. Pajzs, egy szem, meg egy csáp.
Mi van? Egy bolygóm, meg egy pajzsom. Meg hát egy... a pajzs az mondjuk tud lenni két pajzs. Hm? A pajzs az tud lenni két pajzs, mert ezzel meg tudjuk utazni. Jó, akkor csak egy csáp kell, meg egy szem, az meg csak így tudom megoldani. Hm. Meg te már ne támogassál senkit, haver. Igen. Foson vagy. Jó, akkor szerintem meglépem a szintfejlődést közben. Lépd meg a szintfejlődést. És mi történik? Milyen gonoszság történik? Egyet lépő. Jaj. Kerül fel erre egy kristály. Igen. És ahol vagyok, oda felkerül egy kultista, aki csillagot ad, ezzel is lehet kalkulálni már. Nagyon jó. Az két szem, meg egy csáp, meg még egy csáp, azt én meg tudom ölni. Oké, okay. És az neked kell, mert te vagy a csillagász. Azt én easy-ben megölöm a saját lapjaimból. És akkor mozognod se kell. Nekem tetszett. Jó. Ja igen, hallják el itt. A kutya. Jó, akkor hogy is van? Én ezt akkor mégsem ölöm meg. Lehet, hogy akkor nekem az lenne a legjobb, hogyha itt végezném a körömet, és leveszek egy kristályt. Akár. Ja. Vagy itt végzem a körömet, és... oda csapatsz egy csillagot? És oda csapatok egy csillagot. Az is jó. Azt is lehet. Mert most még egy ideig a terrorjelző az nem zavar minket. Jó, és hogyha már ide lépek, akkor szart se csinálni. Viszont, ha ölsz kultistát, akkor valakit én még meg tudok támogatni, hogy dobhat a kockával, és kap egy olyan trófeát. Akkor Kaci. Kaci támogat vele. Te ölsz? Igen. Ölök, igen. Ő fogja azt. Jó, és én azt, ingyen csinálom. Egy jó target. Én ide léptem, és... Kaci, add a targetet! Jó, ide léptem, mozgatom a terror jelölőt, az kap egy ilyet, az én kérek egy csillagot, az és azt lerakom ide. Jó. A végjátéklap, az azt jelenti, hogy győztünk, nem? Nem, arra még kettő mehet fel. Nem, győztünk, azt jelenti. Győztünk. Nyilvánom. Yeah. Oké, okay. Én megteszem ezt a ide lépeket ingyen, őt léptetem egyel, és kapok egy pajzsot. És... Ja, meg ezt megkaptam a fejlődésért. Jó. És akkor innen pedig át fog lépni ide egy őrületért. Egy őrület. És kigyógyítom magam hála Kacinak, amiért életmentő szérumot adott nekem. Ennyi. Easy. Easy peasy. Trauby szörpöt valószínűleg. Na, a következő, ami most történik, az, hogy Kaci, te őket, ugye? Igen. Tudom, mit kell. Topi, te őt. Mi ketten nem, te harcolod, te is harcolod. Át kéne, hogy jöjjek oda. Úgyhogy akkor én azért kapok még kettő egy jó oda. Hova kell átmenni? Oda. Ide. Hát az ide. És az a kérdés, hogy neked akkor most lesz kettő csillagod, vagy nem lesz kettő csillagod? Nekem hát egy csillagom lesz, meg dobni fogok egy kockával. Egy csillagot. Bocsánat, nem érné meg, hogyha te úgyis ott végzed a körödet? Hogy leveszel egy kristályt onnan, hogy az ne proccoljon be? De, mivel tudom ezt megcsinálni? Hogy ott végzett a és hogy dobsz egy kultista kockával, és tök mindegy, hogy hova jön. Kérem a piros kultista kockát, és leveszem arról. És egy blanket dobsz, ez a feladatod. Szem. Ha a szem, igen. Öltök úgy is. Vagy a szem. Igen. Az baj. Az még csak egy harmadik. Ja, meg az le van zárva, hát ez ki nem fossik bele nagyon, én például eléggé. Jó, több kultistát megérzünk meg a körbe, úgyhogy, különben nem lesz következő kör. És hát lesz, csak végjátékos lesz. Jó. Én azt mondom, hogy ez így elég fasza. Jó. Ez így elég fasza. Nézzük akkor a harcot. Jó, Jonathan kezd. Hatalmas manga isten vagy a rengeteg csápoddal. A Jonathan nem. De, mert ő áll. De, mondjuk a óra mutató legelső. Ja, te elszott, igen. Jó. Szem. Bolygó. Pajzs. Ja, megölted. Támogatásból már kapok tüzét, és kapok egy Insanity-t, amiért használtam a könyvecskémet is. Itt a bolygód. Igen. Kultista halott. Csillag szem volt a izéből. Igen. És... Van bent plusz üres Joker kockánk, amit most nem használunk? Ezek mind out of use kockák, amik ott vannak.
Ugye? Kérek szépen egy insanityt. Szerintem igen. Kérek szépen egy insanityt. Kettő insanityt kérek szépen. Hülye dolgaid vannak, azt kell mondanom. Parancsolj. Egy. Jó, akkor én jövök. Még nem. Ó, és te miért? Azért kaptam kettőt, mert használtam a könyvet, hogy egy csillagot határozni, csak meg azért, hogy kettő szimbólumot kapjak a kacipnak köszönhetően, ezt a dobópaklitba visszaadom. Igen, és aztán majd most majd még a zárásnál kapni fogsz még egyet. Így van. Nagyon jó. Azaz, hogy sort of oké. Nagyon jó. Valamennyire... Kb. Izé, működik. Aha, igen. Shit stuff. Jó. Én azt csinálom, hogy... Kokos kutya! És te jössz. Nem, ezért nem kapok. De sajnos, hogyha no harc és olyan helyen vagy, ahol van kultista, akkor egy bibi azért jár. Hát, de faszom. Én ezeket meg jól megölöm. Mármint, hogy az. Ezt megölöd, kapsz egy igazi pajzsot. Parancsolj. És bocsánat, hogy eldobtam a célzókádat. Jó. Aztán jövök én. Te. Aki, akkor azt csinálom, hogy... Két szemet, egy és kettő darab csápot dobjál ide. És mert akkor, ez két szemes ostor. És akkor csináljuk azt, hogy csak két szemet, meg egy csápot játszok ki. Akkor felhasználom a Joker kockát csápnak. Igen. És akkor meg tudok tartani egy egész jó lapot. És igazából... A, mit adott ez neked? Szemet. A csillagot. Nem, csillagot. Azért öltük parancsolj. Meg. És utána dobhatok egy kockával. Igen. Kaci, életedben először... Csillag! Bolygó! Bolygó, semmi baj, igazából meg tudja úgy is oldani a következő körbe. Ja, csak benne szopjuk. Nem fogjuk. Nem fogjuk. Jó. Én osztom az optimizmusatokat. Jó, ceiling locations phase. 1, 2, 3, 4. Dam, dam, dam! És kérek dum, egy dum, insanityt, dum. Mert ő ott van. Egy igaz insanity. Jó, az 3 insanity. Jó. Kicsit tehát, hogy mindenki arra. Borderline insane jelenleg. Igen. Úgyhogy legyen ez a kör, ez szóljon arról, hogy baj van, és szóljon egy kicsit arról is, hogy ahhoz, hogy Kaci ezt be tudja zárni, itt nem lehet kultista. Vagyunk négyen arra, hogy megöljük, és léphet ide. Hány kultista kártya van? Négy. Tehát ez még feljön, és még nem triggerel a... És még nem triggerel a végjáték. Jó. Jó. Ugyanis tehát nem lenne az, hogy nem jöjjön. Egy, kettő, három, négy. Tehát kettő kultistát kell majd ott megölnünk. Egy jön ide, egy jön ide, egy jön ide, és nincsenek egyező szimbólumok. Jó, most akkor annyi van, hogy nem spawnolhatunk kultistát. Amúgy hány van? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jó. Jó. 12 nem szabad, hogy legyen, ugye? 12 még lehet. 12 még lehet. Jó, dobok a dájokkal. Kacsi, nyithatsz magadon is egyet a képességeddel. Igen, igen. Ezt tedd ezt, szerintem. Tehát igazából mindenképp kijön. A négy csillag. Én erre rájöttem. Te ezt eldöntötted? Igen. Kati? A helyszín megadja. Jó. Helyszín megadja. Nagyon szép. Ezzel most egy blanket kéne dobnom, ugye? Én ezt visszaadom neked. Tessék. Az anyádat. Én is visszaadok egyet Toppinak. Ez meg egyet neked, Dávid. Köszönöm. Igazából. Jó, itt most azért baj az azért van. Nekem van... A bolygó az nem fog kelleni, viszont én tudok ezzel a kártyával valakinek adni. Ezt megölöd mind a kettőt? Megtehetem. És mit kapsz azért? Nem kapjuk meg ugye érte a trófeát. De az nem is kell. Nem is kell, mert a helyszínnel Kaci tud kapni egy negyediket. Várjál, léptet. Akkor jók vagyunk. Nyertünk. Igazából? Várjál, még... Játsszuk légakör. Ez a játék, ez engem még nem győzött meg arról, hogy nyertünk, jó? Én például ki tudok játszani egy olyan támogatást, ami azt mondja, hogy azonnal megjelenik egy új kultista. Na, team detektív! Team detektív! Az a baj, meg fogja csinálni. Nem jó!
Nem. Tehát akkor végre. Egyet lép a vacak. Ez az egy tuti. Jó, igen, egy pillanat, én még felhúzok. Ezekkel dobtunk. Azon is tudok léptetni még kettőt, ha kell. Őket is dobnám. És jó. Közben beleőrülök mindenbe. Lép a vacak. Megdobom őket. Hú, tök jó. Ó, ez nagyon jó, ez pont kell egy része. Na, hát akkor... Miért húztam ennyit? Hát akkor menjünk oda és zárjunk. Zárjuk be! És akkor... Csináljunk országot. Én ide sétálok. Én úgy döntök. Jó, én gyógyítok, akkor magamon egyet. Így van. Igen. Ez hasznos. Minden szempontból. Én szeretnék tolni egyet a izéjelzőn, és lerakni oda egy csillagot. Jó. A izéjelző tovább jön. Ide jön egy iszonyat. Csillagot. Iszonyat. A kibetű, megvolt. És oda kerül egy csillag. Kamacug. Csip. És itt van egy csillag. Csip. Jó, akkor most igazából a preparation phase-ben az a feladatunk, hogy ebből minél többet megöljünk, de igazából ott van a srác. Dynamite. Dynamite. Megcélzókázom őket. Jó, mutasd be a Dynamite-odat. És akkor, ha eldöntöttük, hogy véget ért a preparation phase. Én őszintén szólva, nem bánnám, hogyha Kaci oda jönne, ahol be kell zárni az autót. Ezen beszokni nincs kedvem. Jó, legyen, akkor én átmegyek, csak a prep phase-ben nem is magamon gyógyítottam egyet, hanem rajtad. És én meg elszívok egy Lucky Strike-ot. És azzal átdobok egy őrületjelzőt. Nagyon jó. Az a ja, végén. Azzal töröd már így a nem, így oda mész az oltárhoz, és így eloltod rajta a cigidet, mert hogy... Ennyi. Igen, így ott van a gyertya arról, hogy rágyújtasz, belenyomod így a varázskönyvbe, hogy... Ezt az elvágott torkon ember, hogy megmártogatod az óisztot neki, hogy elvágod egy más viszkibe. Na szóval, akkor preparation megvan, jöhet a harc. Hogyan harcolunk? Így. Bum. Így. Bum, 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 bitch. Mit csinál a dinamit? Ti elpusztítja őket harc nélkül, viszont nem kapom meg érte a szimbólumot. Aha, ez igazán. Ez ugye a dinamit nagyon hasznos tud lenni akkor, amikor mondjuk van fent három kultista és fél ögyében negyedik, de... Ez nem történik meg. Meghal mind a két kultista. Nem kapunk értük lófasz se, de ez nekünk nem is kell, ugyanis véget ért a harcfázis. Sealing locations fázis. Kaci, félve kérdezem, mit fogsz csinálni? Jöhet a következő kör. Ja, nincs csak kultista kártya, igen. Van nálam egy csillag, meg van a helyszínen három. Igen. Az négy. Úgyhogy lespawn az négy darab kultista. Kicsit reméltem, hogy van a hátoldalán még valami, hogy... És hogy... Hát akkor lezárom azt a... Biztos? Biztos. Eltűnt a token. Megvan. Bom. Na, Kaci, ezt a csillagot te jól token rúgtad. Igazából elvileg... Elvileg győztünk! Jó, én nagyon-nagyon ezt... kíváncsi lennék majd egy dologra. Jó, hogy mennyit csaltunk? Nem, az most nem érdekel. Az most hirtelen nem érdekel. Én nem hittem volna, hogy ezt megnyerjük. Hogy, voltak olyan részei a játéknak, amikor... Két fejlesztő segítségével, és némi csalással... Nem is igazán nagyon volt szép. Csalás, mire vagy kíváncsi? Őre, hogy mi lett volna. Ugye a következő kör elején ez felfordult volna, mert nincs több kultista. És engem nagyon érdekelt, hogy mit mondott volna. A végjáték az azt mondja, a nyomozóknak elfogyott az idejük. Legkésőbb a következő forduló végéig győzedelmeskedniük kell, különben veszítenek. Megjelenik egy mérhetetlen vén. Hát ez remek. Amit is soha nem fogtok látni, sajnos már nem kerültek elő. Azért túl nagy királyok vagyunk. Úgyhogy... Team Detective. Team Detective. Ennyi. Így rukoljatok bárki másnak. Gölykök.
Igen, letettük mindenhova a kristályokat. Ilyet nem szabad, mert megtalálnak, és ja. Nagyon kellemetlen. Szerintem a TV Jonathan nevű hashtageket én elveszítettem a csendben. Nem nagyon voltak. Én azt láttam, hogy ügyes voltál, Dave. És valahol... Én azt láttam én is sokszor. Nézd, most a mérhetetlen Dave az utolsó, ami van ott. Meg egy Team Dave. Mérhetetlen motherfucking Dave. Igen, erről szól a csatorna. Én vagyok mindenki kedvence. Egyértelmű. Az a helyzet, hogy nagyon tetszik a játék. Nagyon tetszik a játék. Kicsit lassúak voltatok. Tehát, hogy ennél szerintem, de majd megszokjátok a szabályokat, és akkor belepörögtök egy kicsit. De Kacival lekerisztük a seggeteket, és ez nekünk nem volt annyira fájdalmas sem. Mindig jó tanulni valamit. Igen. Ezt hiszem, hogy így is lehet. Nagyon örülünk, hogy volt egy nagyon jó támogatónk. Ennyi. Egy zseniális szerencsejátékosunk, aki mindig tök jókat gurított. Egy haszontalan harcosunk. Nem, micsoda! Ez kellett a végén. Hogy pedig, egyébként az annyira jól kijött, hogy nálam pont volt egy csáp, és nálam volt pont az a kártya, amivel át tudom adni, nálad meg pont volt egy csáp, be tudtál fejlődni, be tudtad zárni, és aztán még az utolsó körben is baromi jól jött. Szóval csak szerencse volt! Yeah! Meg ugye ott pont feljött egy olyan csillagos, amit meg tudtam ölni. Mi? Ott az utolsó körben, ami mintha el kellett dobnunk a csillagtoket, igen, oda pont random feljött egy. Na, ilyen nem történt. Nem, én sem emlékszem erre, de... Olyan pöcre meg volt, mintha forgatókönyv lett volna írva az egész. Mintha tényleg forgatókönyv lett volna. Sajnos a fidelitás poén miatt lemaradtatok egy pár részéről a játéknak, mert összecsuklott a chat. Vagy a net, vagy a gép. Közfidelitás. Igen, volt egy-kettő ilyen már egyébként. Volt egy Cards Against Humanity, amiben Orbán Viktor neve után 11 másodperccel esett szét az internet. De úgy, hogy a UPC. Csuklott össze az egész, úgyhogy nem szeretik ezek a liberális mocskot, amit mi terjesztünk. Drágáim, chat, meséljétek el, hogy tetszett a játék, és hogy van-e bármilyen kérdés, mert arra még pont fogunk tudni válaszolni, mert itt vannak nagyon kompetens emberek, meg mi. Úgyhogy... Ti meg mi. Hát ti vagytok a kompetens emberek, mi meg vagyunk ebből a szempontból egy kicsit feleslegesek. Értem. Igen, most fogunk kezdeni egy gyorsan játék. Volt. Igen, most van. Igen, most egyértelműen játszunk. A Néma kooperatív jön, amikor én azt tippelem, hogy neki szüksége van erre a galapra, ezért elé dobom, aztán majd lesz valami. Egyébként az nekem nagyon adná. Nagyon adná. Gondolkodtatok-e azon, hogy valamilyen... Teljesen másik játékot csináltak. Aha. Gondolkodtatok-e azon, hogy ez egy ilyen Angry Birds klón legyen? Hát várjál! A kultisták még énekelték, hogy az volt a kérdés, hogy gondolkodtatok esetleg, vagy kísérletet tesztetek-e esetleg azzal, hogy az őrületmechanizmus az máshogy is jelen legyen a játékban. Mert ugye most valójában egy HP jelölőként működik. És gondolkodtatok esetleg azon, hogy mondjuk legyenek ilyen secondary képességei a kártyának, amit mondjuk csak akkor használhatsz, hogyha mondjuk őrült. Ha jól megy a Kickstarter, és jól megy a Kickstarter. Abban az esetben ugye jönnek be a különböző extra kiegészítők, ami meg extra modulok, amiben képességei lesznek a kultistáknak, extra lehetőségei vannak a játékosoknak is. Tehát ez a super base game. És hát van hozzá 10 plusz 2 nagy kiegészítő. Többet mert olyan is valahol egy ember lehet a mindenki ellen. Ez a te játékmódod. Egyértelműen. Emlékszel, a Doomban is milyen jó volt, amikor egy emberként voltál ellenél. Jó a tutoriál pályán. Úgy bedaráltuk, esélye nem volt. Imádtam minden másodpercét. Úgyhogy igen, tehát vannak fejlesztés alatt és már fejlesztés végén álló ilyen ötletek. Igen, nyilván, hogy a Kickstarter oldalt akkor végigpörgeted, akkor ott van 12 expansion, amik különböző dolgokat adnak hozzá, és van azok közül egyetlen egy dolog van a stretch goalok közül, ami nem érdekel, hála az égnek a legeslegvégén van a kibaszott poke tokenek, érted? Tehát ugye poke minik. Miért kell az? Azt nem értem. Mert nem jön át a tematika a gyöngyökkel. Nem elég iszonyatos a rózsaszín gyöngy. Lila.
Ismerjük a színeket legalább ennyi. Hogyha egy dolgot kéne mondanatok, ami szerintetek a legjobb, legkülönlegesebb a játékban, akkor mi lenne az? Vagy ne szegezzek nektek élőben ilyen kérdéseket, amikor nem tudom később kivágni. Én nekem egyébként személy szerint én ezt a nagyon kóp jellegét szeretem. Tehát ezt a fajta... Én szeretnék sérülni azért, hogy támogassalak, és azért, hogy pörgessem a paklin, meg már nem jó nekem. Tehát, hogy rá vagyok kényszerítve arra, hogy segítsek, és ezzel én is meg vagyok jutalmazva, annak ellenére, hogy kapom ért a deficitet. De így, tehát szerintem ez egy tök jó alapmechanizmus. Nekem erről valahogy a co-op élményről, amit ez a játék nyújt, arról egy félig meddig a pandemik jutott eszembe, hogy ott is igazából nekünk a játékok nagy része az abból áll, hogy előtte megbeszéljük, hogy jó, akkor te oda, te én ide, és akkor te ezt a képességet használod arra, miközben én ezt a képességet. És nekem ez a része, hogy nyilván sokkal összetettebb a rendszer, mert hogy kártyák, képességek, az a helyzet, hogy az első három körben nem olvastam el a kártyáim képességét, hanem próbáltam jó a szimbólum, attól balra van igen, az, ami igen, az ad. Tehát, hogy ez egy ilyen összetett része volt. Egy kérdést feltettünk-e mi is? Nem. Jó, oké. Kérem, hallgatlak. Mondod, hogy először ilyen ijesztő volt még olvasgatni őket. Sok-e a játék? Tehát, hogy így... Nekünk nem. Mi játszottunk egy-két játékkal így az életünk során, az utóbbi két évben meg főleg, és tehát, hogy vannak olyan játékmechanizmusok, amik ismerősek, vannak olyan játékmechanizmusok, amiket könnyű megszokni. Nekem azt tetszik, hogy egyben van. Tehát, hogy mindennek van értelme, és vannak dolgok, amiket tök jó, ha... Tehát látszik ez a narratív layer, hogy elképzeled, és el tudod képzelni, hogy ez a valóságban is megtörténik. Tehát, hogy minden egyes játékból tudnál csinálni egy animációs filmet, amiben ez az egy lejátszódik, és nekünk ez, mint vizuális alkatok, ez mindig feljön, hogy a Bangben mennyire vicces az, hogy valakit bezársz a börtönbe, odamész, belelősz hármat, és leraksz elé egy dinamitot, még így által, hogy ez mennyire vicces, és hogy mennyire életszerűtlen. Itt viszont ugye minden szenárió az egy ilyen elképzelhető. Hiszen bármelyik nap megtörtént, hogy négy kultista megidézi Tulut egy dimenzió kapunk keresztül a kisbolt mögött. Simán. Miért nem? Jó, hát ezen a környéken nem úgy értem, lehet. Hanem hogy a folyamatossággal több. Miért kell? Meg hát ugye azért ez a story móddal együtt, amit most nem játszottunk, mert az elég hosszú volt. Minden kártyának van egy kis száma, és ez mindenhez tartozik, így egy... Egy kis történet. Válasz a terror kártyát, az a legegyszerűbb. 400 sztori lesz a játékban, ami konkrétan mechanikailag is akár megjelenik benne. Itt van. És akkor tényleg egy ilyen teljesebb történeteket lehet élni. Itt van a szám, illetve van egy olyan a kiegészítővel. A kiegészítővel, vagy a sztorival jön be, ahol az XP is számít. Rituális okult szertartások. Úgyhogy ez... A base játék. Ezt még lehet fossá bonyolítani, egyéb játékmódok. Ez ugye a base játék az 3-5 fő, ugye? Alapvetően igen. És igen. Aztán ugye a kiegészítőkkel van olyan, hogy szólóban is tudod játszani, igen. És ki tudod egészíteni, úgyhogy 6-an is tudjátok játszani. Igen. Nyilván ez alapján, amit most játszottunk, nyilván nekünk ez volt az első kacival, igen. Attól függetlenül, hogy nyilván a szabályokat ismertük. A 6 az belassítja azért eléggé, mert tehát, hogy nekem az is problémás volt, hogy 4 embernek az összes igen. Cselekedetét össze. Ez nagyon sok játék igazából elmutató, hogy minél több ember van, annál lassabb a játékmenet. Hát meg annál izgalmasabb, és annál több múlik mindenem, igen, mert képzeld el, hogy 6-an játszotok, az, hogy egy helyre mindig 2 kultista kerül, az nagyon hogy van egy olyan hely, igen. Ahova 2 kultista kerül, mert tényleg 6-ot lép a terror
a Terror Dildo. Uh-huh. Ja igen, meg a másik nagy szerelmem, ez az ötágú tábla. Ez ilyen kis hülyeség, ez de, ilyen, de ez, a... de ez ilyen... ez volt az első dolog, amit, amit mi is mondtunk, amikor átjött Jani, lerakta a táblát, kipakolt mindent, mondtuk, hogy fú, hogy a design, anyag minőség, ez uh-huh. top notch, és nekem őszintén szóval a tábla az, ami, ja. Az, ami iszonyatosan tetszik. Prototípus még mindig. Igen, ezt láttam, hogy ugye a Kickstarter oldalt, hogyha megnézitek, akkor ott mások már a izék, a tokenek, máshogy néznek ki a minik. Minket meg már több mint egy éve hurcoláztuk magunkkal. Ezt jó tudni. Nem speciál őket, de ezeket a típusokat. Foly. Az, amit rákcsak szintén. Ezt igen. Szóval, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. A Kultistormnak most zajlik a Kickstartere. Egy napja megy, és ha jól tudom, akkor már bőven túléptétek a felét, tehát nem is tudom, hogy hol tart most, de nyilván az alap kezdőlapod ilyen meg ez. Cél, amit el akarunk kérni, ez a 278 000 dollár. Igen, és már 100 000 fölött volt, amikor én délelőtt ránéztem. 167 000-nél tartunk. 167 000 dollárnál tart. Ez azért elég szép. Hoppá, nem, mert most frissült 170-nél. Nagyon szép. Jó, már 500 000. Nézők voltak. Na, hát ez így. Na, ez a feladat, 3000-esével kell pakolni. Akkor hamar megveszünk. A Kickstarternek a linkjét azt megtaláljátok az előző videó és ennek a videónak a leírásában is. Hogyha tetszik a projekt, akkor támogassátok, nem csak azért, mert egy magyar fejlesztés, hanem azért, mert ez egy jó játék. Nyilván nem való mindenkinek, de hogyha ti olyanok vagytok, akiknek ez való, akkor itt a lehetőség. Nyilvánvalóan jelenleg a retail price alatt fogjátok tudni megvásárolni a játékot. Mi elég sok mindent veszünk a Kickstarteren. Néha bejön, néha nem jön be. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a figyelmet, a nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és reszenteltek erre az estét, erre a játékra. És bemutattátok. Ha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el hagyni rajta egy lájkot, ha nem, akkor egy diszlájkot, de mondjátok el, hogy miért. Ha fidelitásos vicc, akkor whatever I guess. Hamarosan újra találkozunk, köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok! Nagyon szépen köszönjük a szexi patronjainknak, hogy életben tartják ezt a csatornát. Ha te is szeretnéd támogatni a Fun with Geeks, akkor azt a leírásban lévő linken keresztül megteheted.